Na, elvileg most már élőben vagyunk. Halló! Mint amikor felhívod a szomszédot, és azt se tudod, hogy mi történik, és akkor ezért próbáltok. Valahol nem megy a... Felhívod a szomszédot, és... Működik a Stream Elements. Na, jó, biztos. Biztos kértem valamikor, hogy a Stream Elements-hoz csatlakozzon a YouTube csatornámhoz, de biztos, mindegy. Az a lényeg, hogy itt vagyunk, és megvagyunk, szóval üdvözlünk mindenkit, mert nem csak én vagyok, hanem itt van velem ismételten, most már harmadjára Lali is. A Lali is itt van, és nagyon kíváncsi a Tristania 3D végére. Hogy fog kinézni, vagy hogy mennyi idő alatt fogjuk elérni? Hát, én már nem tudom. Figyelj, ezen a szinten, ha most már nem vált át a játék egy, nem tudom, egy Unreal Engine-es portba a utolsó boss megölése után, akkor én tök csalódott leszek, szóval engem már nem lehet kielégíteni a játék végével kapcsolatban. Sehogy se. Én akkor leszek csak csalódott, hogyha meg fogunk tudni csinálni egy pályát, anélkül, hogy a térképet megnéznénk Wikián vagy valahol. Nincs is térkép, nem tudom, miről beszélsz. Nem is tudom, hogy YouTube végigjátszás néztem. YouTube végigjátszás néztem pár pályán, igen, már az volt. Az már vicces volt. Ja, hát reméljük erre nem kerül sor, de szerintem lesz. Lesz erre precedens. már volt szerencsénk hozzá, az az igazság. Nem kéne többször. Üdv mindenkinek a cseten, szép hétfő estét mindenkinek. Majdnem szerdát mondtam. Én azt hittem, hogy kedv van ma, úgyhogy... Valaki már szerdát mondott már ma, tegnap nem, én nem tudtam milyen nap volt, szóval... Ez nem is számít, milyen nap van. A lényeg, hogy... Nem számít. Az a lényeg, hogy Tristania nap van. Ez tökélet, a számból vetted ki a szót. És az új pálya, az volt, hogy now entering Vibeke. Tehát most igen, és behatolunk Vibekébe. Nálad a hang is megy a közén? Én hallom. Én Discordon akkor jó. Nézem. Jajajaj. Akkor jó. Tudás. Mukodik. 50, a szürke 50 árnyalata. A szürke 50 árnyalata. Hát... Az előző pályákhoz képest, ugye ott mindenféle azért piros meg zöld volt, ez most ilyen szürkésebbnek tűnik. Hát most az egész szürke. De jó, hogy hátba lősz. Red Alert 2-es halál, vagy Red Alert 1-es halálhang. Befigyelt. Mi nem figyel be ebben a játékban egy másik játékból. De szép, az a Skybox. Milyen régen volt már ez. Már nem is emlékeztem ilyenekre. Hát én el is felejtettem az előző pályákat, szóval... A színek megvannak, hogy borzalmas volt, de... Hát én is így, amikor belenéztem egy kicsit az előző streamba, hogy egy az, hogy melyik mentést indítsam el, hogy melyik az aktuális mentés, amit lehet is használni folytatáshoz. Meg akkor láttam, hogy ez a csodás piros pálya volt mindenhol, és így ennyi. A csodás. Hát nem is tudom, mit mondjak igazából ezekhez, szóval... Ja, remélem, a mikrofon állványom nem fog letörni, de muszáj hátradőljek egy kicsit. Egyébként látod, hogy elvileg az akar lenni az akna? Vagy én az nem tudom, mi akar lenni az olajfolt a földön. Az egy olajfolt. Vagy hát... Szerintem az az akna. És nem. Akkor lehet hívni az environmentalistákat, vagy hogy is mondjam. Várjunk, ezek mi a szart csinálnak? Ez valami God módot ad, nem? Valahol meg kell nyissam ezért. A manualt megint. Várjunk, az valami regeneration-t ad, ez meg olyan, mint a Berserk mód lenne, szóval azt most nem veszük fel. Azt hiszem a kék színű az, amelyik tölti a... A kék a töltős? Ja, azt kék a HP töltős, afene, akkor a zöldet nem kellett volna fővenni. Na mindegy. Na mindegy, ez már kívülről tudom ezt a menüölt. Itt van, né? A zöld a HP töltő, igen, a piros a berserk, sárga, pajzsos a halhatatlanság, a kék valóban a regeneráció, és ja. Na, mindegy, akkor próbáljunk meg mesélni a pályákat igazából. Én már nem tudok ez a játékhoz mit szólni most jelenleg. Ez a fegyver volt? Igen, most már emlékszem rá.
Igen, ez a... nem is tudom milyen fegyver. De tudod, ennek a fegyvernek változott a modellje. Igen, azt akartam mondani, hogy elcsúszott a... Ugye alapból is réjem van egy kicsit, de átment. Nem emlékszem mibe, de átment. Jaj! Mondom, nézem, de milyen kapcsoló az, hogy meg kéne nyomni, vagy... Ó, oh, hát itt a Stealth Rifle. Ez ugye azon még semmit nem ért. Ez volt igen, konkrétan az a fegyver, amit így megkaptunk, és így azonnal letettünk, mert ócsasér. Ó, oh, hát mekkora sznájpolások voltak. Valamiért úgy tűnik, mintha akadozna egyébként a játék, nem tudom miért. Megnézem a troubleshootot. Hát, hogy szeretnéd? Na, hát azért, az biztos. Mindenre már... van valami jó kifogás. Én már szerintem el is kezdem a mentést a játékban. Ja. Az egy jó ötlet. Én nekem az a megérzésem ezzel kapcsolatban, ezzel a performance issue-val, hogy szerintem már olyan sokat futott a játék ezzel a mentéssel, hogy egyszerűen már nem bírja az egészet. Ez mikor akar meghalni? Ja, hogy ez 6 rakéta lövés. Hát köszönöm szépen. Ez így... És ami van 2. Tudod? Megcsináltad életvesztés nélkül az előződ, az jó volt. És ebben meg belehalok. Szóval... Tökéletes pillanat, hogy válaszunk a chat kérdésre, hogy hogy vagyunk. Hogy vagy, Én... Hogy érzed magad? Hát attól függ, hogy mivel kapcsolatban. Trisztani a 3D-vel kapcsolatban? Soha többet. Ez... Most szeretném elsőnek, vagy harmadjára és utoljára látni ezt a játékot. Komolyabb mennyiségben. Na? Hát igen, ez... Hogy gyere! Na, hon vagy? Ott van. Aj, gyere! Na. Ott van összeomolva a másik az ajtóban. Excuse me? Te ilyenre emlékszel? Nem. Ezt most láttam először, várjál. Hmm. Ezek a... hogy hívják ezeket? Droidok? Vagy drónok? Azt hiszem. Hát hallod, én már nem tudom mi a nevük, de... Atom fölösleges volt menteni azután, hogy megöltem. Ja nem mentettem azután, hogy megöltem. Várjál, elmegyek a berzerkért. Ha megtalálom. Erre! Utas! Jó. Menjünk, erre volt? Ugye erre volt. Jó, erre volt. Jó, itt mentsünk egyet. Már kezdődik az okosba megoldás. Nem. Ugye ez berserk. Knife Fury, azaz. Adán. Figyelj, visszafutunk. Icon of színes izé. Ja, hangefekt. Kaszabolások. Merre? Hú, bazd meg. Merre? Erre? Nem erre. Erre? Nem? Merre volt ez? Nem erre. Merre volt ez, te jó Isten? Másikat már nem tudtam lekaszabolni, mert már nem találom meg magamat. Fáján. Nem, valahol bark volt. Tényleg, Aisé, kipróbáltad a Curtis csinált egy modot, amiben lehet strafe-elni az alap Wolf 3D-be. Nem próbáltam. Várjunk. Na, ez most szólattam volna hamarabb is, hát ha azzal egy fokkal élvezetesebb a tisztelni a 3D. Nem azzal van probléma. tudod, így az a problémák legkisebbike, hogy nem tudsz strafe-elni rendesen. Az olyan probléma, hogy... Jó, de akkor itt ott az egyik. Várjunk, hogy is volt? Hogy bemegyek, vagy kijövök? De nem, akkor itt elmegyek, és itt balra elmegyek. Igen, itt balra elmegyek. Balra volt ez. Így? Igen. Nem erre. Na, merre van ez? Hát hallod, bazd meg? Ez a... Már is eltévedek. Abban az egész fos labirintusban. Merre? Ez volt a kezdőhely, ahol kezdőtől balra. De pedig valahogy erre kellett menni, hát az előbb így találtam meg. Ne szokassam el. Amúgy azt írja arról a szürkéről, amelyik újraélet, hogy... hogy ja, meg újra tudják éleszteni ja. Magukat. De jó. Nem, hát azt írja, hogy meaning that it may stay dead, ... but it may not. Lehet, de kedves. Lehet, hogy ott marad holtan, de lehet, hogy nem. De hogy én rögtön találtam egy új útvonalat, és azt sem tudom, hogy merre vagyok.
Miközben csak... De... Ez most komoly. Beröhögött ez. De csak beröhög, és így nem is támad, és így ennyi. Na várjunk. Hogy volt ez? Ja, az öreg, Maranaxos kiabálások, jaja. Maranax, Palex. Nem, hát... Creep. Na ez a, de várjunk. Nem itt a ja, rács mögött. Várjál. De ez az ajtó, de hogy... Várjál, akkor ez az ajtó, ez más, mint amaz az ajtó? Én most már összezavarodok ebbe. Vigyük el, vigyük el. Teleport. Kört a körben is. Itt volt a jobb oldali ajtó. De látod, de nem. Ez az ajtó, na ez az. Na itt van. És balra, jaj. Az itt trükkösen volt meg, ahogy mondtam. Van egy arany kulcsunk. Ezek szerintem föl fog életnia. Hoppá! Láttad, hogy a... Tapasztalt. Tudod, a késsel szétvágtam azonnalba. Tapasztalt Tristanier. Tristanier 3DR. Hát figyelj, amikor már csak odarak két vagy három oszlopot, hát akkor már biztos, hogy az lesz, hogy... Nyisd ki. Ódd meg magadnak, na? De jó, hogy megnéztük a menüt még a legelején, egyébként eszembe nem jutna azért a oszlopokat megütni. Szétlőni. Hát, figyelj, nekem se. Á, és akkor itt ott vannak az aranykulcsos ajtók. Ments egyet majd itt a... Az Isten gyermeke. Ez a mencsedés, így pont mielőtt ezt így kimondod, így megjönnek. Így konkrétan megjönnek, de várjál, hát van itókánk. Megoldjuk a problémát. Meghallották. Hey kid, hallom, hogy ez egy mentésre készülsz. Jajaja. Ez olyasmi volt. Testvéreimmel másképp gondoljuk ezt. Hát, várjunk. De most meg látod, azonnal kinyitotta az, az mi a szar? Ez valami rakét. Valami lőszer. Mindjárt megnézzük, hogy... Ja, arra két rakéta, két kemény rakéta. Mi, ennyi a pálya? Gyanús ez nekem. Nem hiszem. Biztos nem. Elteleportál, és ott lesz öt ilyen. Nem, semmit nem csinál a kapcsoló. Civi majd csinál Pro Tristani 3D-t, az persze, hallod. Nem, ezek a kapcsolók semmit nem csinálnak. Nem. Csak berakta azt a kapcsoló textúrát, hogy nem tudom. All sense of hope. Vagy... Kicsit izgalomba jöttem, hogy na, azért tényleg... Speedrunoljuk a játékot. Legalább egy pályát. Ha más nem, akkor legalább a part-time alatt teljesíted. Persze, part-time alatt szerintem csak Curtis teljesített eddig pályát. Nem biztos, mert lehet, hogy aki végigjátszott a játékot, az tudod, a jó ember. Vagy ja, két jó ember is föltötött végigjátszás már ebből, szóval... Nem tudom, hogy azoknak mi bajuk lehetett. Azoknak már tényleg volt valami bajuk. Lehet, hogy nem volt más játékuk, csak ez. Látod? Ez már... Tristanias ficam volt. Hát ez a rutin, meg a szakma szeretete. De várj, ez is titkos, ez titkos hely. Ez mi? Oké. Okay. Titkos helyre berak ellenfelet egyébként. Hát de kaptál egy izét, abszint, fleszko abszintot is. Ja. Ez a nem... Nem bírom nem kimondani, hogyha meglátom, annyira jól, így egyszerűen kigördül a... Vagy hogy mondják magyarul. Tudom, jó, mire gondolsz. Igen. Na várjunk, itt jöttem be, de akkor itt hova kéne menni? Próbálok lassan közlekedni, akkor várjunk, egérre. Hát ez ilyenkor jönne jó. Point and click adventure. De tudok stréfelni, szóval az nincs baj, már csak hozzányomok egy gombot, szóval... De nem, hát megvan az arany kulcs, és akkor full fölösleges eddig, ahogy nézem. Hát csak egy arany ajtó, ugye általában szokott lenni 6 ugyanabból a kulcsból, vagy kulcsos ajtóból, és kb. Néha nem is kell a végjátszás, az ugye. Ja. Na az kész volt, amikor ott, ugye a pálya legelején megtaláltuk a kijárathoz vezető utat, és elkönyveltük rossznak, mivel hogy ugye,
olyan ellenfeleket, olyan batár ellenfeleket berakott mögé, hogy beszeres, de... Ó, nem tudom. Semmi. De, még de, időzített kapcsoló se lehet, mert ugye nem vált át nem. Az animáció. De az a vicces egyébként, hogy ezt az ajtótextúrát is általában akkor használt, amikor ilyen kiárat, vagy valami volt. Vagy valami special room, hogy legalább kapcsoló, de most semmi. Hát na, én oda tenném valami különlegesebbhez. És innen jöttünk. Ez volt a... De mit csinálsz ott? Aha. Na várjunk, mentsünk itt egyet. Most még talán úgy tűnik, mintha normálisan működnénk. Életileg meg ilyenek. Ez ebben nincs semmi? Várjunk csak. Aha, folyott el valami. Aha. Ott volt valami. Ott volt valami. Ott beugró, volt valami. Beugróba jobb oldalt. Mind a kettőben volt, mind a két oldalt. Szóval... Na, abszintra fel. Hát ez még annyi se. Hát még annyival se. Na, olyat a piros kulcs is. Jaj, hát hogy emígy meg lehet közelíteni. Na hát, amíg ezt megtaláltam volna, addig bele is öregettem volna, szóval szerintem jobban jártunk, hogy levágtam az utat. De hogy ne szidjük, nekem ez most unironikusan, ez nem volt egy rossz megoldás. Ez nem volt egy olyan rossz. Futáson. 27. pálya környékén. Ez tényleg egy jó megoldás volt. Na azért ne... Disért túl aztán... Oh, kaptam nem, táskát! Ja, már nem számít még, semmit. Úgy tűnik, most már semmi nem számít. Egyáltalán ne csak az legyen, hogy mit. Ja, igaz. De ez most nem volt rossz, mert látszik, hogy másodon kellett volna megközelítenem. Nem akarsz meghalni már, ugye? Csak ezek honnan jönnek? Innen, biztosan. Ebbe a szobából biztosan. De nem. Hordókat szét tud lőni a pirosat? Persze. De nem jutok vele sokra. Azért nem szeretnék nagyon itt tökölni, mert ott van a jó emberünk, aki bármikor úgy gondolhatja, hogy ő éppen fel akar állni egy kicsit sétálni, ugyebár. Még egy körre. Na, és merre volt a piros ajtók? Valamerre volt, nem erre. A legelején egymás mellett volt valahol, de hogy hol az eleje, az újfent. A faszom már. Jó kérdés. Jó. Hát most vagy őt kéne valahogy elszedni onnan, mert ő arra fele kéne menni igazából. Hát most van majdnem 200 lőszered, aztán... Hagyjuk már. Szerintem egy 50-et, ha megeszik, akkor is még jó vagy. Ugye más, mint korábban, amikor a 100 lőszerrel inkább így körbejöttem. Hát így se rossz. Ugye? Ugye így se rossz. Való, itt jobbra. Megvan. Na? 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 De ez megint egy olyan terem, ahol ma voltunk. Nem úgy tűnik. Csak a halott ellenfelek miatt mondom. Szerintem azért, mert a kapu... Mert átlőttem, tudod, az én keresztül. Csak annyi volt. Aha. Inkább mentenék egyet. Tök jó, egy New Metal-os Todd Howard hadon. Yeah. It just works. Na. Gyanús nekem ez a... De mi ez? De látod, itt is halott ellenfelek, backspawning. Jó. Oké. Ez csoda játék. Hát konkrétan. Várjunk. Ja, ugye ennek a... Látod, itt is ott volt az a hordó, és akkor igen, látod, mert azért volt, akit halott ellenfel, mert túllőttem az én. Cuccosan, nice. Csak... Hát... Elég kevés élettel válunk neki, úgy tűnik egy labirintusnak. De most legalább lőszer van. Ja. Honnan? Az istenit. Ó, várjál. Azt hittem, hogy ezen át lehet menni, de nem, ezt így szépen berakta így a semmi közepére, izé, dekom...
Jól láttam, hogy a fal az megváltozott? Az egy kijáratot, te? Vagy... jó kis Wolf 3D, szerintem már... Oh, 13 HP. 13 HP-val így nem biztos, hogy szeretnék veled találkozni. Várjunk csak. Elfogyott a Flesco abszint is. Jó, figyelj, valami történt. Mentsél egyet egy másik slotra szerintem. Egy másik slotra, ez tökéletesen jól mondtad, hogy egy másik slotra. Nem tudni, mi jön még. Itt most olyan szinten beszophatjuk, hogy az beszarás. Random beteleportám. De egyébként mi most visszamentünk a piros pályára? Vagy mi a fasz? Hát ennyi volt. Szemkímélés. Ilyen szemkímélő üzemmód kikapcsol. Ott egy vértócsa. Még egy ilyen nagy oltár. Ó, három na, teleport. Figyelj, 6 lesz az. Mondom én. Na, bal vagy jobb? Melyik legyen? Itt a jobb oldalinál kell. Jobb oldalinál. Gondoltam, hogy mentesz egyet, de... Minek? Hát az a folyosó nem volt semmi. Konkrétan. Nem, csak hogy egyszerűbb legyen visszajutni a izéről. Ja. What? Megcsináltunk egy pályát, no ne? Várjál, figyelj, most elő kell venned az izét. Te figyelj, ezért a hat portálból kiválasztani elsőre azt. Szerintem mindegyik ugyanoda vidd. Out of this world. Hammer strike down the anvil and thousand house of thousand tormented souls from beyond the edge on insanity. Ennek a mondatnak ám bárra volt értelme. So are too late, Einar Moen. Your friends are with me now. And soon too thou shall join them. Köszönjük a... Öreg asszony. Na. Wow, to the banquet. Na várjál, most derül ki. Na azt nézzük meg, hogy a Worlds Collide az most egy secret pálya, vagy nem? Mert hogyha ez egy secret pálya... Na ezért végigjátszás. Baj van. Ez egy super secret. Ez egy super... Csak pisztolyom van. De viszont van töltő. Lehet ez az lesz, hogy egyszer lősz, akkor az egész pályát előzönlik. Mindjárt nézem a... Nézem meg, hogy ez melyik titkos pálya. Na ez is csak... Vagy ez boss pálya? Na várjunk, ha boss pálya, akkor még jók lehetünk, de... Nem, sima pálya. Ez sima pálya, ez a Worlds Collide? Ajaj. Aszán nézünk ki. Aztán lehetett volna idővel fölgyorsítani ezt a hílelési folyamatot, ha már úgyis rajta kempelsz, akkor... De amúgy is egy pisztoly start van amúgy is. Ja, hát akkor itt fasz a pisztoly start gaming. A csávhoz 200% élettel kezdett mondjuk. Figyelj, mi 100-zal kezdünk, mi megoldjuk 100-ból is. Mi olyan fasz a gyerekek vagyunk, hogy 100 HP-ból is megoldjuk. 100 HP-ja volt mellette. Hát figyelj, egyébként oly mindegy, hogy mennyi HP-nk van, mert ott a töltő mindig. Ne pisztolyjal kelljen végig lövöldözni, please, mert akkor... Heróltom lesz tőle. Na. De ez aztán csak 100-ig tölt fel, úgyhogy... Igen, hát... Csak a izét... Tölt föl 200-ig, ugye a zöld plusz töltene föl 200-ig, úgyhogy a hármat fölszednél egymás után sebződés nélkül. Vagy valamilyen... nagyon elfuserált izé... Kell egy kapukulcs. Ahogy látom. De jó, hát még itt is izé treasure-öket gyűjtünk, mint valami izébe. Indiana Jones játékban. Ez jó, szóval... Van szóval kell egy kapu, kulcs. Hát csak még a boss pályán is a treasure-öket. Egyébként HP-val tele van szarva valamennyire a pálya. Hopp, ja. Ja. Azt hittem, hogy itt hol lesz az izé? Csaptanom, mert eddig... Hát itt a csattanó, hogy... Igen, mert a 4 rakétás os mellett elrohantam. Azért volt eddig easy. Oh, aha. Stoj. Jó, akkor egérrel. A portál is bal oldalt, így látom.
Oj, de jó! Várjál! Műszerész pontossággal próbálom itt navigálni magamat a tüskék között, és még úgy sem megy. Ja, most oly mindegy, hogy... Föl kell szedni ezt a kurva sok lőszert úgyból. De jó nekem. Na. Merre volt ez? Erre? Ja, nem. Erről jöttem. Akkor itt. Nem, a másik irány. Harmadjára letalálom. Na, hol is volt ez? De várjál, itt megtaláltam. Oké, megtaláltam az egyszerűbb útvonalat, ahogy nézem. Na, melyik lesz? Úgy. Ott van a Sabrina MK. Amihez egyáltalán nincs lőszerű, mert ez a kék lőszert használja, ugyebár. Jó, van kék lőszerünk. Egy tárnyi lőszer van. Jó az. Bőven jó lesz. Remélem egyébként a táskánkat nem veszi el ez. Hogyha táskát is elveszi, akkor nagyon szomorú leszek. Hát... Az... Gondolom a sztoriba volt valami, hogy elrabolták, vagy mit tudom én. Vibeke ellopta a táskáját. Táska tolvaj. Egészben a chatter, hogy ki akarják menekíteni egy csajt, ezt kiderül, hogy ő csak egyedül akart paladni. De tényleg ő a fő ellenfél, hogy ezt most már meg kell nézzem. Hát de jó, örülök neki, hogy van fő ellenfél. És miért most egy kis pisztolya kéne ráfinganom 45-ször, vagy hogy akarjuk ezt most leküzdeni? Hát én ide bejövök. Szeretettel. Szeretettel. Na, szuper. Jó, oké. Okay. Van. Mi? Ja, mondom, azt hittem nem vettem fel a lőszert, de fölvettem szerencsére. És akkor most tudod, ez olyan lenne, hogy ránéznél a videóra, és a csávónak, aki csinálja a végigjátszást, neki rakétavetője van valahogy. Hát különben biztos megnézted összes izét. Összes titkos helyet, meg hasonlókat. Finale is this for sure. Igen. Hát már csak 7 pálya van a játékban. Nem. Bocsánat, 6 pálya van a játékban, mert már egyet megcsináltunk a streamen. Ne. Jaj, hát figyelj, van ez a 22-dik, van 23, 24 és 25, 26. Ja. Ezzel együtt 2, 3, 4, 5 pálya van. Ja. Ó, a fenébe már. Ebben most nem akartam belemenni. Amúgy faszinak tényleg rakétavetője van egy idő után. De mondom, de figyelj, nem is kellett látnom a videót ahhoz, hogy ezt megjósoljam. Ez már csak... Egyébként tele vagyok lőszerrel, szóval hol a faszi? Hol a faszi? Most meg itt vagyok az aréna közepén, és én nincs itt. Hiányzik a boss fightról. Na, mégse. Ott van. Várjunk, amúgy kéne menteni. Van egy olyan érzés, amit kéne menteni, mondjuk így a fight közepén... Jó, de... Oké. Van-e? Meghalt. Ami azt jelenti, hogy nagyon epikusan most fölnyalok minden más, ami maradt. És most már csak 7 különböző portál közül kell kiválasztani. Nem, most kaptunk egy kapukulcsot. Á, akkor vissza kell menni az elejére már. Hát, ja, csak először most én föltankolok. Enjoying this? Nem. Hát szerinted miért akarjuk minél hamarabb lezavarni ezt az egészet és kitörölni ezt az életünkből? Így... Megkönnyű, hogy WoW 3D módhoz elég impresszív, de azt a Spear End of Destiny csinálta, nem a reaktor. You know. De várjunk.
Most nagyon jó, hogy kinyitottam ezt a kaput. De itt már voltam. Hát, hogy van még egy ilyen kapu. Jaj, de jó, egyem az uzáját. Állj, most máshol vagyok. Csak ugyanúgy néz ki. Visszatérő téma a játékban. Ujjajaj. Nem. Szerintem, hogy független attól, hogy ki csinált, minek hívják, a Rockstar Games is csinálhatna egy Wolf 3D modot nekem, hogyha ilyen idióta pálya dizájnja lenne, én azt akkor se szeretném, szóval. Egyébként igen. Teljesen jogos. De ma megint itt vagyok. Vagy csináltak a Bioshockot, Irrational Games csinálnának egy Wolf 3D modot, hé srácok, van benne ez, meg ez is, látod, ez a pálya, hogy keresel fél óráig egy kulcsot, ami kinyit egy olyan ajtót, ami visszatesz egy olyan helyre, ahol már voltál, csak a másik oldalról. Yes, ez tökéletes pálya. A nénikédet tett be egy teleporterbe máskor. Most már. Na. Hát én sem szeretem egyébként játszani, mert olyan kibaszott könnyen eltévedek ezekben a játékokban. Jó, most már konkrétan lockup-ok vannak. Majd szerintem mire Curtis megérkezik, akkor konzultálunk vele egyet, hogy csináljuk vele valamit, vagy se. Ilyen remaster kéne, hogy minden pályát átnézel, és akkor így, hogy auditálsz, és akkor na ez kell kijavítani, itt az. Tehát kb. Hogy új pályákat kell csinálni hozzá. Na, aj! Baszd meg, már megint be akartam menni a kapus ajtón, nem a teleporton. Istenit. Na. Jó, most ezen az ajtón menjünk már be. Köszönöm. Még több kincs, fiszem, faszom, kiáratot szeretném kérni. Bejátszhatunk egy olyan játékot. Most a kezdőhelyen vagyok? Úgy néz ki. Igen, a kezdőhelyen vagyok. Jaj, de jó. Hát, akkor jövök na, tölteni. Jó betöltés. Betöltés. Ez a látunk 6 barna kaput, vagy barna kulcsos ajtót, és szerintem mindegyik ugyanabba az egy folyosóba vezet vissza. Üdv minden újonnan érkezőnek egyébként. Sziasztok, tisztelettel köszöntünk mindenkit. Falko is csinálhatna egy Wolf 3D-t, hát... az legalább rövid lenne. Na, menjünk be itt. De itt már voltunk. Ez itt a boss fight teremnek a másik fele. Akkor itt bemegyünk, itt mi lesz? Ez is ugyanaz. Ez már a több ezer textúra. Örüljünk neki, hogy ez még mindig ilyen monokróm. Kellemesebb a szemnek. Amúgy az atomvöröshöz képest egy kicsit upgrade. Szerintem a zöld volt a legbrutálisabb. Az... Mondjuk, ja, az nem volt valami kellemes. Jó, de már erre is voltam, az az igazság. Nagyon jó, hogy látok új környéket, de közben kiderül, hogy rohadtul nem új környék. Szerintem ezzel a vázával is találkoztam már, és megpróbáltam egyszer szétlőni. Abban biztos vagyok. És már megint a kezdetén vagyok a pályának. Úgy érzed, nem adod át teljesen a játékeménynek magad, hogy a lehető legjobban kiveszed minden másodpercét a játékidőnek és a készítő kreativitásának. Ez... Majd hát benyom te. Te csatornádon, tudod? Hát figyelj. Ezzel a videóval együtt szerintem nettó egy ilyen 15 órája próbálunk egy ilyen any percent végigjátszást csinálni, csak hogy túl legyünk rajta. Jaj. Szóval valószínűleg nem akarunk felfedezni minden titkos helyet. Hát nem. Én már mondom, amikor meglátom, hogy pisztolyt tart van, én már kérdeztem, hogy ez most egy super secret, hogy újból töltsem és keresünk másik kiáratot. Akkor inkább visszavonod, amit előbb írtál. Akkor jó. Akkor nincs semmi probléma. Várjunk. Ujjaj. Milyen nagy navigáció megy itt.
Ah, túléltem, túléltem. Na, és ez hova vezet? Milyen... Oh, megvan a kiárat, úristen. A kiárat, tehát milyen jó, hogy a Trisztáni a billentyű is a zeneiskolában megtanulta ezeket a túlélési trükköket. Last Bulwark. De várjál, az a kurva vicces, hogy most nem adja vissza az előző loadoutodat. Nem most, akkor van három fegyvered. Nem, ez egy észre volt. Várjunk, ez most mennyi akkor már? Ez most már level 23, nem? Level jó számoltam. 23, normál, normál pálya. Jaj, de jó. Hát mondjuk be is szartam volna, hogy a boss fightról super secretre rak. Nem tudom te hogy vagy vele, én biztos, hogy csináltam volna egyet a gatyámba. Valamilyen mértékben. Szia, akkor már azon végig kellett volna menni. És az Isten, hogy visszatöltsük az előző kettővel ezelőtti pályát. Kapitulálok. Nem, nem kellett volna, mert az okos mentések azok progresszívek voltak. Yeah. Az a legjobb egyébként, hogy ilyen fadarabokat nem tudsz szétlőni, de a... Az oszlopot, ezt... A kőoszlopok azokat így megfogod a késedet, és így... És így szétvágod be, mint valami mintha nem tudom, darab vaj lenne. Na. Összippantottam az összes HP-t onnan, ahogy nézem. Figyelj, igazából szerintem már örülhetünk annak, hogyha nem fogja az egész játék összefosni magát, mire befejezzük. Így. Eddig talán egy vagy két crash volt a végjátszás során. És az is milyen fos volt pont az a két alkalom. Két legrosszabb alkalommal crashed kb. Jó. Aha. Tetszik? Hello, hello, hello. Hálingóz a beléga. Az emberek, ahogy nézem, de... Igen, igazából eddig nem Trisztánia 3D-ztünk. Megmondom neked milyen, mert nem tudom, megy kb. Fél órája a stream, és befejeztünk három pályát. Vagy kettőt. Ja, ez... Szóval túl gyorsan haladunk, szóval majd most jön az igazi Trisztánia content, ahol mondjuk a pálya adott, mert full vörös lószar, és nem látunk szart se. Tudod? Ja, ez... A szemem az már nagyon köszöni ezeket. Aztán én mindig nem is te játszol vele. Na? Ne, hát én már feladtam volna, mondom. A zsákos, csuhás fejű. Nem is tudom melyik a jobb, átváltok egérre. Mi a szar lőtt meg ennyire? Ja, hogy aknák! Azok a kis barnák, hogy aha, most látom. Milyen kis barnák? De mit látsz? Hát behajoltam a monitorod és nem láttam aknát. Hát én ebből a szögből, ahogy most ülök, látom. Az jó. De ilyen, ha az volt az. Ha az volt az, oké, értem. Piros alapon van a piros kulcs. Zene hangerét lejjebb tud venni kicsit be. Discordon tudsz állítani rajta, vagy... A... De akkor meg a te hangod is. Nem. Ott lemész a jobb alsó sorokba a streamen, ja, és akkor tudod húzni a hangerőt. Oké, jó, már kezdek megvadulni ettől a... Milyen jó is, pedig az igazi experience. Ó, bassz. Mi van ebben? Korábbi pályákon előfordult, hogy egyszer csak abban maradt a zene, az volt a legkellemesebb. Még kellene pár instant death pit szerinted? Itt van egy előttünk, ahogy néztem. Az ellenfelek mennyiségével. Hát ott volt bent a három legnagyobb ellenfél kb. Így egy szobába beszorítva. Nem tudom, hogy mit csináltak ott. De remélem nem kell bemenni oda. Na azt... Te várjál, ezt most ugye nem gondolja komolyan a játék. Lehet, hogy van valahol egy iszé, egy öröki, vagy mi az, halhatatlanság. Hát, az de, jó, de akkor is így berakjuk a kapcsolót mögé. Ez most... Nem feltétele, vagy hát
Nem mondom biztosra, de... Megpróbáltam. Hát nem jött össze ez a... Ez a billentyűs fickó, nem... Mégse tanulta meg jól a zenesuliba. Jaja. Hello Curtis. A boss fightról lemaradtál, de csak ennyi. Jaja. Se... De egyébként a boss fight, a boss az kevesebb lőszer volt, mint az izé. Ez mit keres itt? Ez hogy sétált be ide? Random bejönnek az ellenfelek valahogy. Aki, de nem hát aki ott. Nem, aki nem érteni egyébként az a billentyűs izé poén, hogy a főszereplő a történet szerint a Tristania zenekar billentyűse. Őt alakítjuk. Einar Moen a neve. Na, én örülök neki, hogy te még tudod követni a lore-t a játékba. Hát én többször olvastam bele ebbe a manuálba, hogy... Itt az ingyen arany kulcsom. Ott a gyönyörű arany kulcs. Ó, basszus. Proto Kiss Psycho Circus. Ja. Csak itt egy szereplő van. Na eljünk, ugye ez a vicces egyébként, hogy látod az ellenfelek az, akik kinyitják a kulcsos ajtót. Elég faszán neked. Nekik van kulcs. Jogos. De még azt írta a szürke ellenfelekre, hogy ők föl tudják venni a kaja pick-upokat, meg ezeket is, tehát hogy azzal hílelnek. Mondjuk ezt még nem láttam, de... Valaki egy kis segítséget tudna nekem küldeni, de úgy három pelenkát, úgy azonnalba. Paypalra küld. Paypalra három pelenkát, úgy mosögtön, please. A piros az meghalt. Mitől halt meg? A piros az tényleg, az meghalt, de... Lehet mögötte volt ez a rakét. Futás el innen, hallod? Hova kell menni? Hova kell menni? Ott van bent, középen valami teleport. Engedj be valahol. Ne kell az aranykulcs hozzá. Baszki. Hú, vissza. Tudod, vissza? A kétes kinyitta szerintem a pirosat ott az ajtó. Várjál. Ajtó üzébe. Jó. Várjunk, hol van? Itt az aranykulcs. Jó. És akkor most. Ó, futáson, geci, futás, de nagyon erősen. Ott van a közé... Már is jobb a szemne. Egy jó a... mentés, egy... Vagy ez a... Yeah! Várjál, ne nagyon... Hallod? Nézd már meg, majdnem part-time-hoz közel voltunk. Ezt akartam mondani, hogy így a végére nagyon belejöttél, hogy így a két stream között nagyon kipihent lettél, vagy nem tudom, de ez most... Jó. Mentettél, nem figyeltem? Nem, de nézzük már meg, hogy ez a No Man's Land, ez normális pálya. No Man's Land, ja, 24-es, utolsó előtti pálya. Hát hallod, szétdaráljuk a pályákat. Konkrétan 4 perc alatt, jó, hát 4 perc plusz mentéstöltések, szóval 7 perc alatt letudtuk a... Az a piros ellenfél az nagyon szopatos, mert az így megeszi az egész lőszer készletedet. Hát, hogy be kell így trükközni, hogy a... rakétás mögé kell valahogy állítani. Mert ezek szerint akkor van friendly fire. Figyelj, már találtam egy arany kulcsot. Az egy nice kill volt. Hoppa. Hogy kilóg a sorból az a magasabb csúás ellenfél, ilyen ez egy körvonala lenne, vagy nem tudom. Jó. Eredeti DOS verzió kicsit alacsony a minőségű. Nem tudom egyébként, Curtis, a streamen jó a játék? Mert néha így, néha laggol. Belaggol egy pillanatra a játék, csak... Nem tudom, hogy... próbáljak vele valamit csinálni, vagy felejtsük el a dolgot? Na, eljünk. Stabil. Stabil, akkor biztos jó lesz. Néha van egy ilyen, így megakad, de... Arról beszélek, igen. Néha így beakad egy pillanatra. Azt csinálja nekem. Mi? Nincsen abszintom? Az előző pályáról én nem hoztam abszintot? Hogy sikerült? Ja, igen, mert futottam, mint a töketlen a cél felé.
Jogos. Hát akkor most medkit nélkül. 39% HP-ból. Jó, az figyelj, mindjárt találkozunk egy baszont nagy ellenféllel, és eltűnt az összes HP-m. Vagy belemész abba a csalámba megint. Az vagy inkább belemegyek a tűzcsovába megnézni, hogy az most egy aranykulcs, vagy egy barna kulcs. Én az barnának láttam. Az barna volt, igen. Na, és ennyi volt. Vázából a Minotaurus lelőtt. Várjunk! Gyerekek. Ó, itt még van HP-m. Várjunk, már egy másik irányba is menni. Ú, de jól találtam hílelős izét. Gyógycsalán. Gyógycsalán, azaz. Az is gyógycsalán? Az is gyógycsalán. Csak már túl késő volt, mert már eltaláltak egy rakétával, amire fölvettem. Várjunk, itt is van még gyógycsalán? Epikus gyógycsalán pillanatok. Amelyik sem. Hány az zöldszínű? Na várjunk. Jó, mert nem mentünk. Képzeld el, hogyha valaki az Inflames-hez csinálna egy Wolf 3D-t. Egy ilyen kiegészítőt. Hát, az nem működik, mert, vagy hát kinek mi a preferenciája, az akkor működik, hogyha szerelmes vagy a front emberbe. Akkor tudsz ekkorát alkotni. De még Oceania a 3D lehet. De Oceania nagy izé paksival. Várjunk, mennyi HP-n van? Nem abszint lenne, hanem ez a műanyag poharas sör. Azaz. Vagy egy six-pack. És alatt a menne, mit tudom én, a rock katonái ilyen midis változatba. Baszlán. Az erősen bebaszlán, na várjunk. Ujjaj, na most kell nagyon menekülni. Jó, várjunk, ez most a kezdőhelyre jutottam vissza. Nem úgy tűnik, de úgy tűnik. Ez egy hely, én annyit tudok. Kezdő vagy nem? I don't know, man. Ó, oh. Van itt valami akció. Nagy nyögések. Vagy teleporttal, vagy valamilyen titkos fal mögött be lehet jutni. Vagy a titkos tűz mögött jutunk be. Ó. Ja, oh. Ugye a tűz az nem sebez, viszont a... Ha rálépsz a, mit tudom én, csattanó maszlagra, vagy hogy hívják ezt a növényt, akkor nem egy 10%-ig rálépsz. Csattanó maszlag, na jó van. Ott van, ott a rossz növény. Ott meg is lőttem. Ne figyelj, itt most nem játszottál azt, hogy a jó útvonalon, úgymond. Miért? Ott a berserk. De és miért? Mérges cserszömörce. De most meg fölvettem. Jó, mindegy. Akkor az a lényeg, hogy itt van egy berserk valamiért. Ezt mondja Chewie, hogy szörnyű, hogy mennyire crowded minden a pályán. Hát ez még istenes. Tehát itt van azért ilyen 2 négyzetméternél több, hogy nincs. Nézd meg az előző streamben a katedrálisos pályát. Ja, hát beltéri rész van berakva, és akkor mindenhol ilyen fos bútorra, meg faszom dekoráció van telebaszva az egész pálya, szóval így... Úgy lőttük be azért, hogy hol vannak a kulcsok, hogy te keresd egy olyan helyet, ahol itt egy íróasztal mellett van egy kék szék, amellett meg van egy ilyen nagy piros kanapé, és akkor... Igen, és most meg annyi íróasztal volt bent, hogy negyed órát elszarakodtunk még úgy is. És most nekem hol kéne itt átjutni helyeken? Ez? De nem, az ott nem robbant ki semmit, szóval... Nagyon jó, hogy elvileg technikailag ezeket szét lehet lőni, de... Vagy na, elméletileg szét lehet lőni ezeket, de gyakorlatilag meg olyan kurva sok lőszert elfogyasztanának, hogy... De az egy barna kulcs a sajtó. Az egy barna. Akkor most merre megyünk? Most mi a célunk? Most szétberzerkezzem az összeset, hogy szét tudjak nézni a pályán? De berzerk az halhatatlanságot is ad? Nem.
De hát amúgy sincs meg a barna kulcs, szóval. Hát ja, csak hogyha most legalább szétkaszabolnám azokat, akkor legalább szét tudnék nézni nyugodtan, mert most ugye folyamatosan mozognom kell azon a környéken, hogy ne találjanak el. Nem, mindegy, nem is mentek. Fölösleges, mert már így is csak vesztem a HP-t. Nem titkos mögé hely. Nem titkos hely mögé tett valamit, hát nem az első. Nem az első lenne. Nem egy példátlan dolog itt erre felé. Na, álljunk, nyomogassunk már ezt körbe. Ó, itt vannak. De ide is, hogy jutsz be? Ja, de várjunk. Mi? Itt? Tűz mögött? Fán... Na. Mi? Oké. Okay. Rakéta? Rakétavető nincs? Abszint? Na, ott a fleszkó abszint. Na, barna kulcs? Na, benne lesz a barna kulcs? És nincs benne a barna kulcs. Nagyon kurva jó, hogy találtam egy titkos helyet, de hogy így megint csak jobban összezavar. Felek, hogy merre vagyok. Merre? Merre megyek ki ebből a titkos helyből? Nem itt voltam? Mi? Hol kell ebből kijönni? Itt? Hol jövök? Nem. Ez most beszorított? A szúnyoghálónál kellett jobbra menni. Tehát ez... itt valahol nem... Menj északnak, ez most kb. Olyan volt, tudod? Vagy hogy volt? Na itt. Kelet felé menj. Ez most tényleg annyira hasznos volt. Jó, mindegy. Találtam egy titkos helyet, de minek? Hát, Vork, FYI, eltévedtél. Ez legjobbjainkkal is megesik néha. Ott, stoj? Balra, ott volt megint a szúnyogháló mögött, izé. Ez tudom, de hát itt kéne valahol bejutni hozzájuk. Azon gondolkozok. Aha. De nem, hát nem lehet bejutni itt, hozzájuk, ott, csak a... Ott volt, elszaladtam mellette, ott volt egy beugró. Mi? Ja, az egy fa. Az egy fa. Azt hittem, hogy ez egy suhás. Ugyan ja. Nem. Aha, és akkor itt van a... Itt a berszer, ugye. Hát most mit csináljak én ezzel? De ez is olyan stratégikusan szar helyre van helyezve, hogy 25 másodperc kijön innen, tart a Berserk 30 másodpercig. Fél, ez a memóriádat is próbára teszi. Konkrétan egyébként. Hát, szóval belenézhetek a végjátszásba. Nem. Megfelelés 24. Még nagyon jók vagyunk. Jó, időben. Még kicsit szenvedünk. Mit szólsz hozzá? Főleg én igazából ez... Nem is tudom, hogy miért kérdezem meg téged. Próbáljuk az összes létező alatt benyomni. Hát ez hogy lenne logikus, ez hogy... Nem annyira. Ugye ott van a... Ez is bazdmeg, betette a tűzhányó elé az ammót. De még ez lenne itt egy ajtó, vagy valami... ...terűség. Meg ugye itt. Itt sincs semmi. Még itt lett volna az, hogy ugye itt szétlövöm ezt a hordot, és kinyílik ott az útvonal, mert látod, itt egyébként van bent valahol útvonal, vagy mi a fene. És ezt a hajtót nem tud benyomni. Ó, basz meg. Nyomni. De, várjál, ez is csak. Fleszkó abszint. Tűz mögött. Várjál, hát ezt még tovább kell tolni. Érted? Ez olyan kapcsoló, hogy nem csak egyszer nyomod meg, hanem kétszer. Beszarsz. Kétszer, de közben... Várjál. Megetted a rakétát. Hi, nem vettem meg a rakétát, az abszint volt. De ott van, ezért. Hogyha bemész ott, szembe fog jönni egy rakéta veled. Ja? Azok a vázák lövik ki nyillal. Ja, tudom. Én ezekre az ellenfelekre tökéletesen emlékszem, az az igazság. Ja, hogy ez már... Ez az az ellenfél, amivel már... Ja, rájön csak, hogy arra... Hát erre kell tovább menni, szóval ezt az egyet talán megölöm. Látod, most elfogy bele. Hát, srácok? That's unexpected. Pelenka föl. Hűha! Hűha! Na? Kettő is! Kettőt egyszerre. Látjátok, srácok, nem csak egyet rakok oda be, hanem rögtön kettőt. Azt hittem, hogy már az a szobor is meg akar ölni. Nem lehet, hogy ez a horda egyébként sokat sebez rájuk? Biztos nem.
Ezeket kiszabadítom a pályára. Na, hogy már jó, jó nap, jó, jó. Az igen. Nagy terem. De ki is nyírta? Ki is nyírta, igen. Okay, hát akkor ez lesz a trükk. Ez a big strat. Ez mi a szar? Mi az, hogy meghalnak a borra kitába, hogy instant? Hát fél, ez, és ezért miért egy teleport? Ezt így kell megcsinálni. És már megint itt vagyunk ebbe a szarba. És megint titkos helyen ellen... Ajaj. 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 Hát ez, ne, ez már nem tetszik nekem, hogy titkos helyen benyomtam egy kapcsolót. Na nézd meg, hogy ez mennyire crowded. Na majd innen, innentől figyeld. Ja. Klaustrofóbia. Egyértelműen a Slayers X az jobb játék. Nem tudom, hogy mit izolsz még ezzel a témával. Egyszerűen. Egyetlen egy ember mondja azt, hogy a Slayers X-nél jobb ez a játék, az pedig Reaktor. Meg többi fake profile. Peter Friend. Ja, igen, bocsánat, Peter, igen, a... Peter Friend. Meg az a nőszemély. Igen, tudod, csak kövi, ebben a játékban vannak szuper titkos pályák, amiket el akarok kerülni. És nem tudom, hogy most megnyomtam egy titkos helynek kapcsolót, hogy most nem-e fog beaktiválni egy szuper titkos pályát. Tudod, ez ilyen... paranoia. Én továbbra is azt mondom, figyelj, játsz végig ezért a katedrálisos pályát, próbálkozz meg azzal. Ha azok után azt mondod, hogy ez egy élvezhető valami, akkor azt mondom, hogy megért. Nem, tudja, hogy szar az egész. Tehát... Már nézé, bele van őrülve ebbe a poénba. Rác. Én nem tudom, mi az a Slayers X, de biztos szívesebben játszanék vele, mint ezzel. A Slayers X, ami... azt még talán be is küldtem neked, vagy elküldtem neked egyszer, az a... igazából ilyen retro, vagy ilyen boomer shooter stílusú, most megjelent Unity-s játék. Hát most megjelent az... Belementem a teleportba, de miért? Szivi nem csinált róla videót nem régiben? De, ilyen de csinál szerintem. Ilyen srác van benne, vagy nem is tudom, ilyen nagyon, nagyon 90s... Igen. Ja, hát ez... Szerintem arra gondolsz. Na elég, vissza tudunk idejönni, az a szerencse. Vagy nem tudom, miért akarunk ide visszajönni. Mert itt sincs nagyon semmi, ahogy néztem. Kérlek, folytasd a videózást. Jaj! Hát... Na? Hát, hogy is feledkezhetünk el erről, hogy ez zenét játszik? Mit játszik? Tristania World of Glass. Várj, most fel kell hangosítsam. Ja? Na, erre akkor visszamegyek. A Moonlight Sonata. Milyen jó. Gondolom ez a... Ezért... Billentyűs csávó ezt fejből tudja. Milyen akkordokat kell lenyomni hozzá. Ja, de úgy néz ki, hogy ez itt egy dead end, szóval igazából... Akkor mehetünk a teleporterre el innen. Na várj, most hol a teleporter? Itt. Na, akkor most itt mentsünk egyet. Nem hagytuk ki a barna kulcsot, remélem a barna padlón. Hallod, ne is mondd nekem, kérlek. Ha ez egy van, új helyszín, akkor ízni. Új helyszínen vagyunk, úgy tűnik. Vagy hát... Régi új. Új nem csak pervola most, kb. Most ilyen szituációban vagyunk. Ja. Konkrétan ugyanott vagyunk. Várjál, igen, konkrétan ugyanott... Figyelj, erre eljövök és... Megnyomtál egy kapcsolót, szóval lehet, hogy valami kinyílt valahol. Ja. Egy ajtó. Amit korábban... Kinyílik az agyam is. Ugye itt volt a piros teleportjér. De ez beszarás, hogy azok az ellenfelek így csak ráfingik az a társra, aztán annyi volt. Ja, most meg ide úgy tudom bejönni, hogy így. Jó,
Hát vagy várjunk, benézzünk újból, megnézni, hogy nem hagytuk ott a barna padlón a barna kulcsot. Na jó, jó felvetés, jó felvetés. Nem először fordulna elő. Na végre föl tudtam menni. Nem. És életerő. Tehát... Várjál, hát kihagytam itt egy egész helyet. Azt hittem, hogy nem lehet tovább menni, aztán valamiért csak egyszer kinyitottam az ajtót és annyi volt. Hoppa! Ez is. Hol, megvan a barna kulcs. Hát én nem láttam, hogy hol vetted föl, de... Azt engem, azt tőlem se kérdezt. De végére már nagyon beleszoktunk ebbe, hogy... Itt lennie kell, tehát... Valahova teszel egy barna kulcsot, az Tristan ilyen 3D-be... Fixen olyan helyen van, ahol... Az egy sártenger közepén van. Ja, ja, tehát hogy egyezik, a piros kulcs az piros szőnyegen van, a arany kulcs az... Még tudom én... Arany padlón. Na, most már kimehetünk innen. Na most. Most már meg kell keresni a... jó volt a megérzés. Itt van az ajtó. Nem? Bocsánat. Itt az ajtó. Fixen életerőt fogsz veszteni. Az már... De már vesztettem életerő, szóval. Csak nem veszte... 28. Mindegy. Hát ez... Ez egy nagyon... Egy kicsit több HP-val meg tudom azért úszni talán, de... De ja, ez elég fós helyre van betéve, az az igazság. Jó. Na így egy kicsit jobb azért, 25 HP helyett egy. De hát ide trükközni kell egy ajtónál. Hoppa. Nem akar meghalni? Itt én nem. Jaj, de jó, hát már megint benn vagyunk egy izébe. De rég volt ilyen labirintus. Ó, ott a rossz növény. A rossz növény. Jó. Mentenél a helyembe? Jó. Majd. Olyat is megeszkezelünk. Hamarosan. Én nem fog fölrobbanni a játék. Most már csak azért is nyomok egy mentést, mert ezt kijelentettem. Mindjárt föl fog robbanni a játék. Szembe jön veled három ilyen piros szuper katona. Ja nem, hanem arra gondoltam, hogy kikresse. De az is egy opció igazából. Neked még a boxi. Egy a kettő. Körülbelül. Aha, szóval ja, konkrétan most visszapörgettünk a játék legelejére, amikor is ilyen izé. Tényleg, a legelső pálya is ilyen volt. Ilyen. Konkrétan ugyanilyen volt. Ugyanez. Én mikor csinálok Wolf 3 TC-t? Sose! Miért csinálnék Wolf 3 TC-t? Hallod? Egy ilyen egyszeri 20 milliós átutalás után megcsináljuk, meg segítek is. Jó, úgy benne vagyok. Eurós. Ugye vár? Hát te neked megy a pénz akkor már euróba. Nem, nekem jó 20 millió forintba is. Elfelezzük, vagy hát én max az ötleteket tudom adni, hogy milyen legyen. De fia, ha nagyon nem figyelünk oda, a legrosszabb esetben még egy élvezhető játékot csinálunk. Jó. Ez most csak azért volt nekem vicces, mert ugye Raktor is, amikor ez, hogy az ötletes ember. Hűha! Hűha! Hát hallod? És igazam lett. Kapsz 20 000 kupakot. Mi kupakot? Nem falloutozol-e? Most már kupakot le se lehet szedni a üvegről. Amúgy meg jön. Hát várja, azért számít a ritkaságnak. Az még talán jó ajánlatnak tűnik. Hely, de a törött kupak azért nem ér annyit. Jaj! Visszaváltani se lehet. Ja, igaz, most már kupakot... Mi csinálsz most már kupakkal? Hát ez most nagyon jó, most futok... Ja, most...
Nem, frantic. Hát igen, mert ha megállok, akkor csak rosszabb lesz a szituáció, ugyebár. Hogy fogytam ki lőszerből? De meg... ez szép, erről kellett volna egy ilyen snapshot. 201 HP-val pont az egyik pirosat kinyírta a mögötte levő ellenfél megint. Szerintem ez újra töltés lesz. Akkor... 2 HP. The final step off the cliff, eternity awaits. The final gunshot sounds, eternity awaits. Eterniri. Hol? Etern. A második typo. Jaj. Eterniri awaits. Jó, destiny pont destiny, pont pont. Destiny pont rar 200 HP-ből. Na erjünk, nézzük meg a pisztolystart. Nem pisztolystart. Na, és vannak életerők is. Ó, van életerő, akkor viszont szerencsénk van. Hát ezt olyan szinten átfutottam azt a végét. Az nagyon szép, Vinci. Filmbe illő utolsó jelenet. Majdnem. Egy jó mentés eszközöi még. Most egy jó HP-val. Hát csak lőszerem sincs, érted? Az a nagy bajom nekem. Ja, tényleg. Mindegy. Akkor ez most a 25. pályás. 26 pályás csak a játék? Aha. A base. Most... Ja. Ja, 25 postludium, és utána még van az endgame, az utolsó pálya. Tehát ez már az utolsó stretch. A final stretch. El se hiszem. Mindjárt itt könyvbe lábod a szemem, hogy befejezzük végül a Tristania 3D-t. Nekem már könnyezik, de az a grafika miatt van. Ennél pirosabb nem lehet. Hát ebből lehet, hogy betöltés lesz. Ezt szerintem nagyon szarul jöttem át. Itt böfön mögöttem a pir... Szerintem ez nagyon felejtős. Kéne egy titkos helyet találni, ezért. Valami lőszerrel. Ott van, 30, 58. Jó. Figyelj, igazából csak sírni kell, és aztán a játék hirtelen ad neked dolgokat. Úgy tűnik. Kell venned a évadokat DVD-n. Ott egy kulcs, na, faszom. Hol? Két pentagramma között. Valamit láttam. Egy piros kulcs. Igen. Hol? Két ja, pentagramma között. Barna. Na, barna. Kaptam egy táskát. De nincs HP-m. Most meg HP hiányba szenvedek. Jaja. Hát még egy abszintot be tudsz lőni, azt jó. Egész jó mentésre kész helyen vagyunk. Van lőszer, van valamennyi HP. Most erre mentek rá, mert ha még nagyon fallback kell, akkor visszamegyünk a előző pályára, mert... Nem akarom azt a lehetőséget elvenni magamtól, hogy visszatöltsük az előző pályát. Összeroppan a vasedény a háttérbe. Mint mindig. Úgy néz ki, nem bírják azok. Valahogy az ellen... Az aranykulcs. Jó van. Aranykulcs kell. Tényleg ez egy Doom-nak a zenéje. Ó? Tiri-di. Elszkippeltem. Cans.org. Ez az, amit hallasz az üveg visszaváltónál azért, amikor a csövesek ott vannak. Mi lő? Ha tudnám, mi lő, ja? Oké, hogy az lő. A váza. Igen, csak most... Nem is mentek. Tudom mit, inkább... Ezt most inkább ellövöm. A fos helyen van már megint. Ja. Ja, mert itt úgy tűnik, mintha lenne valami további árkáló. Ó, hát látod, itt volt a piros földön, a piros szobában, a piros kulcs. Én mondtam. De várjál, te láttál a piros ajtót? Csak azt mondnám, hogy... Vagy én nem. Nem mentettem, vagy mentettem? Mentettél az elején. Lehet, hogy most sokat nem mentettem, ja. Olyaj. Itt mentettem utoljára. Olyan jó volt a HP meg először. Jó van. Még így jobb is. Az igazság, hogy még jobb is. Ja.
Ne, mondtam Parknak, hogy Curtis ugye csinálta ezt a könnyebb irányítás modot, vagy akármit mondtam. Park azt mondta, hogy ilyen old school gyerek, és nem. Hát nem akarja new school-ba tolni. Fölösleges igazából. Azt mondtam, hogy nem az a nehéz ebben a játékban. Na. Ja. Egy mindenki, ilyen automap add-on kéne igazából. Igen. Egy automappal milliószor jobb lenne az élet, nem holmézével. Jaj, a vasedények. A vasedény is ott volt. Teleport is, piros teleport, piros alapon. Várj, merre volt az a vizet, amit találtam? Hát... Ugye milyen jót kérdezek? Észre fogjuk venni a piros alapon a piros kulcsot. Ez volt a bejárat. Mhm. Uh-huh. Vasembert megint kilőtték a háttérben. Tényleg, senki nem szereti őket. De még van bele még kettő, az a baj. Még így is láttunk kettőt élni. Van izé, megöljük őket? Hajrá, ott a teleport körül ki kell takarítani. De hon voltak? Itt voltak valahol? Ó, ott egy kulcs. Ez a millió dollár. Persze. Hol volt a... Figyelj, a Berserk ideje alatt biztos, hogy nem fog megtalálni őket. Úgyhogy most mondom neked. Ne, 3-5 munkanap. Ó, hogy itt van egy rakás HP? Legalább ennyit megtudtam, hogy itt van egy rakás HP. Hát figyelj, Curtis, úgy kell kezdeni, hogy fejleszteni egy Trisania 3D kompatibilis map editort. Jaj, de jó! Szerintem ez a kiárat. Ó, és baszki, belementem a hadonászó üzemmódba. Véletlenül. Na, merre? Várjunk, menjünk itt. Akkor menjünk erre. Na, erre. Aztán... nem. Ott van! Megvan! Várjál! Még olyan, mintha lenne még egy. De az csak izé. Hát az nem fog sokáig nem, vagy na. Ugye újra fog éledni. Jaj. Izé, teleportos teremben nyomj mentés szerintem. Mert... Nem, most vissza akarok menni HP-ért. Tudod hova? Hát... Az mondjuk, hogy én tudom hova. A kés csak azért volt OP, mert rajta volt a Berserk pickup egyébként. Igen, mert van egy olyan, hogy crazy mód, vagy nem is tudom mi a neve. Ja. Várjunk, ez volt az? Nem. Nem, hanem itt. Itt, igen, és itt. Ne! Miért meg a... Ott van bent, szerintem újra termett, mert most abba a szobába mentem be véletlen, amiben nem kellett volna bemenni. Menj meg valók. De hol van az a szoba? Most azt a szobát keresem, ahol a HP van, baszki. Nem ajzét. Na ezt, nem ezt keresem. Berserk még egyszer. És még mindig nincs meg a piros kulcs. Csak HP-re akartam elmenni, érted? Hadon egyébként a főszereplő van, aki Einar Moen, a Tristania zenekarnak a billentyűse. De ez full komoly. Várjunk, ez az, erre akartam jönni. Igen, erre akartam jönni. Itt a sok HP. Na, ide akartam eljönni. Sok HP, most már csak a piros kulcsot kell újra megtalálni. Ó, bassza meg tényleg. Utána megtalálni, hogy hol volt. De figyeld meg, hogy mögötte még lesz egy izé. Vagy az aranykulcs lesz mögötte, vagy egy aranykulcsos ajtó. Hát de ott van egy kulcs, amit eddig nem tudtunk fölvenni, mert ott ugye van random blokkádolva. Azt nem tudom, nézted de... Az kimaradt. Mindjárt mutatom. Nézd. Ott az a izé, az a lerohadt kulcs. Szerintem erre kéne lenni az izének. De nem, mert itt az izé van. Azt a oszlopot szét tud verni? Melyik oszlopot?
itt a folyosó végén balra. Ezt? Ó, ó, hát... ja, hogy ez egy shortcut így. Az mi lő? Ja, az a szfos lő. Jó. Oké. Okay. Jó, most akkor menjünk vissza ahhoz a szoborhoz, amelyik a... jó, ez a gold key. Azt... ah, látod, visszatermett. Aha, hanem. A jó ember. Hol a pöcsönben volt? Várjunk. Itt. Itt lesz. Itt lesz. Nem. Nem itt van. Akkor itt. Itt valahol látom egy ajtót. Nem, a szardő. Nem tudom. Én próbálok tényleg figyelni, de... ugye még valamilyen köd is ez van itt, az... vagy köd nem. Effekt. Melyik is. Ez az ajtó micsoda? Á, de jó. Ez ugyanaz. Akkor várjunk vissza a starthoz. Jó, itt a start. Oké. Okay. Ezzel nem nyertünk sokat. Hát, mit tudom én. Nézd itt bal oldalt, vagy nem lehet semmi, még ilyen landmarkot se lehet belőni, hogy na most ez a tököm tudja, a szoba, ahol nem vörös minden, mert minden vörös. Néha lenne valami más színű a fal, vagy a plafon. Lehet, hogy legrosszabb designating factor találtad ki. Ez a... ja, hát... de... várjunk is. Nem lehet, hogy itt volt valahol? Nézzük meg a teleportot. Übazd meg. Na, erről beszéltem. Más a padló. Már ezzel meg lehetne állapítani, hogy oké. Okay. Jó, itt most van egy teleport. Und. Két teleport, bocsánat. Két teleport. Belemegyek. És akkor most mi történt? Belemegyek, igen, de... itt vagyok! Van mögött. Aha. Itt a piros kulcs. Két HP az Isten. De várjam. De ott volt valami a teleport hely? Vagy érted, ott bent? Fogalmam nincs. Az ott mi mozgott itt? Semmi. Jó. Na, várjunk. Hol is volt ez? Hogy is volt ez? Erre? Erre megyünk most? Igen. Igen. Ez a sárga kulcsos ajtó. Vagy terem, bocs. Fasz volt ez? Megint a vödörpontval. Várjunk. De balra kell elindulni. Itt a izénél. Na, a balra, visszamész a... jobbra, és itt vannak bent. Mi? Itt bent, nem? Nem, a fasz van. Az elbarikádozott kulcs tolhanyag megfordulsz. Volt egy ajtó, az nem tudom, hogy... az már szerintem kamu. Vagy... én azt már, azoknak én már nem hiszek. Most ezt akarom itt megnézni. Mi bazd meg? Két váza is. És hol a másik ellenfél? Figyelj meg, ott lesz bent az aranykulcs. Úgyhogy berassolunk. Várjál, csak szépen szétnézek először. Hát két ajtó is van. Mi? Ahhoz kell az elbarikádozott. Ahhoz kell a fosrakás kulcs, jó. Mindegy. Már annyiból jobbak vagyunk, hogy ez. Tudjuk, hogy hol a kiárt. Akkor a piros kulcs, a piros kulcsot. Összeik a piros kulcsot. Piros kulcs mögött lesz a... piros kulcsos ajtó mögött lesz a... de várja, most máshova rakott vissza. Sárga kulcs. Ja! Ó, bazd meg! Hát itt tudod, mennyiszer eljöttem? Itt tudod, mennyiszer eljöttem, hogy... csak jobbra kellett volna nézem, és itt lett volna a piros kulcs. Hát erre már vagy négyszer voltam minimum. Amikor nézelődtem, hogy merre van a piros kulcs. Ó, bazd meg. Itt van? Igen, itt van, persze. Aha, oké. Okay. Ja. Akkor vissza kell venni a dupla ajtóhoz. Mi a... ja. Mindjárt. Mindjárt vissza is érünk érte. Ugye, hol volt ez? Hol is volt az? Ez mi? Ez a bejárat. Nem? Akkor balra.
Nem. Várjunk, az a jobb végén volt? Szempont actually a jobb végén volt. Ah, ott volt most Ventilla mellett, a tűznél. Ja, igen. Igen. Itt. Igen. Itt kell, hogy legyen valahol a sárga kulcs. Fixen. Ott van-e. Az arany kulcs. Vagy, ja. Ja, igen. Jó, igen. Ugyanazt mondod. Vissza kell menni a... Hú, bazd, mert majdnem belementem a tüskébe. Jó. 29 HP. Nagy teremtő ott balra. Szerintem most vagy jobbra kell orientálódj. Nem? Jaj, na, jó, igen, itt, na, itt volt az azért. Igen, és akkor nem? Most megyünk itt tovább. A... Igen, ha, és itt. Jobbra lesz a... A vödör anyádat. Most mentek egyet. Szerintem most fogom elhozni a másik berzerket. Nem, van lőszered most végül is. Hát... Hát nézd, próbáld meg mennyibe fekszik meg aztán. Szerintem full fölösleges. Actually. Aha. Fölösleges lesz, megoldjuk a nélkül. Még a berzerket elhozhatnám, az az igazság. Én csodálom, hogy ilyenekre még tudsz emlékezni. Hát az előbb mentünk el mellette. Várja, most ez mi az a mentés? Ja? Hát az nézd, az itt van valahol. Jaj. Nem? Nem erre? Na ugye? Egyszer. Várjunk. De... Várjál, itt bemész. Ja, de nem ide akarok most jönni. Ja, ott volt a piros kor. Nem ide akarok most jönni. Most nagyon szépen megtaláltam ezt a helyet, de most meg nem ide akartam jönni, tudod? Az a probléma. Egyébként van izém, és akkor most gyorsan befutok, azt főszedem az izét. Azt takarodás innen. Az lesz a nagy. Meg kell keresni a másik ajtót. Engedj ki! Nem engedett ki. Mint a teleportálna ez a fosödör, vagy nem tudom. Mindegyik teleportál. Ja, hogy kettő, random. Bocsánat, kettő van. Kettő vödör van. Ja, ezt láttam. Ja, jó. Én nem, én egyet láttam. Egyedül ezek ritkán. Igaz. Páros aktivitás végeznek. Na, akkor gyorsan állt a másikért. Az itt volt, igen, az itt volt. De hol van? Á, itt van. Na. Van rakétám is. Na ne. Tényleg? Van. Beszarás. Mindegy. Ja, ne. Az a 12 rakét, az keményen pontosan az a két ellenfél is annyi lenne. Szóval... Ja, a végén utolsó pálya az kell majd amúgy is. Na, erjünk. Mert jó irányba jövök most? Igen, jó irányba jövök. Aha. Hol van? Hol a másik? Fekete csuhások is. De most terem meg, vagy felvetted. Ott van! Hogy került ki? Hát ki került a másik oldalra konkrétan? Beszorok. Utolsó pályára nem fog működni a rakéta. Na már spoiler, ez itt a Curtis nekünk. Valamit. Na! Oké, itt volt. Meghalt a vödör. Most a másik. Most futok a másik vödöré. Azt meg. Fontem. Na. Ja, nagyon émeítő. Émeítő az egész látvány. De érted, egy tapolod a késsel. Egyetlen egy hit kell bele, és így... Most jönnek a feketék. Hol? Valahol. Eddig mindig jöttek. Tudom. Random. Halad. Én megyek innen. Hova kellett a kapukulcs? Azt hiszem, a teleport
teleportba belemész, és a teremnek a közepén, ahol... Igen, ahol ott volt a sok fosrakás. Ó, basszus. Igen. Jó. Igen, akkor így megyünk. Igen, erre így. Mi? Nem. Itt kéne lenni egy másik iránynak. Balra. Hol a másik irányon balra? Eltűnt innen egy út, nem? Ja nem, erre van. Ott a heliport. De nem érdekel, hogy ott van bent cucc meg ilyenek. Na. Ó, hogy már van smart gunom is, mert már okos is vagyok. Mint ahogy a mentéseim is. Hát ez tényleg olyan kurva hasznos ez a fegyver. Ja. Így. Köszönjük szépen, hogy létezik így. Szerintem inkább... Jó, gyorsan is vagy. Ja? Ez... Várjunk. Egy itt vagyok bent. Üha! Hát ez azt hittem, hogy csak befutunk a kijárathoz. Nem úgy van az. Nem úgy van az. Hát akkor figyelj, akkor szétlőjük az összeset egyesével. Piszolja szétlövöldözöm, figyeld. Kicsit el leszünk. A pisztoly nem ugyanazt a lőszert használja, mint a Sabrina? Ja, de talán jobban... Na hát mondjuk semmit nem ér. Igazad van. A lőszert akartam kicsit spórolni, de igazából szart se ér. Nem, max izé. Gyorsabban fogy. Ennyi. Itt ennyit tudsz tenni. Magukat kéne lelőni valahogy. Ó, basszus. Eljünk? Mert hogy az lelövi az oldalsót. Ez lelövi az oldalsót így. Vagy valami. Lehet működik. Ja? Megpróbálom a rakétával stréfelgetve belőni őket, de... Egyébként nem akarok nagyon pazarolni rájuk lőszert, mert... Meg... 30 ideje SMG lőszert megesznek, szóval... Perfő. És meg... megpróbálod csak izé berohanni, hát ha egyszer összejön. Ja, hogy addig próbálkozok a befutásra, amíg működik. Ja, egészségesen belefutottam a rakétába. Próbálj meg, igazából. Nem próbálkozunk, akkor nem történik semmi. Na. Csak ugye a hitbox is van. Oké, van egy nyitott ajtónk. Nem spont belementem az összes rakétába. Valahogy úgy kéne, hogy kilövik, akkor befutok, kinyitom az ajtót, még egyet lőnek, és akkor... Ja. Lehet valami, ezen a, ebben a teremben berakott valami titkos helyet, ahol van egy kisebb, nézd, hallatatlanság. Várjunk, egyébként. Ez már ilyen advanced, legalábbis én valahogy így csinálnám meg a... De egyébként meg van még egy, még egy abszintom. Ó! Oh. Benyomtam az abszintot, és le is lőtték rólam. Na. Ja, 71%. Így? Engedj be. Oké. Okay. Oké, okay, nice. Jó. Nice, very nice. Hát nem tudom, mi csináljak. Most mentek egyet a... erre. Okos kettőre, az ez. Mert most előre is van szoba, meg hátra is van szoba. És egyik se tűnik kellemesnek. Az egyik tuti, hogy olyan hely, ahol már voltunk. Szóval... Vagy nem. Meglepő. Hát ez az a szoba, ahol nem voltunk. De ebben a szobában semmi nincs valamiért. De nincs is semmi.
A szobában miért nincs semmi? Itt a két ajtó. Ott rá kellett menni a agonizáló óriás vibekére. Na ez most... És akkor innentől könyvekből dobálom a... ...vizé... ...kéklézert. Öröklősző. De jó, és most visszafele megyek a pályán? Most ilyen... Jaj, úgy néz ki. Mi a fene? Hogy eltűnt? Tetszik ez a fekete... ...vizé... ...textúra csík így a... Ezt a szellemet ő rajzolta meg szerinted? Biztosan. 100%. A kéz az a izé Bloodból van. Az... Dobálja a pontokat a szellem. Vagy... Várjál, hát fi... Meg kell állítanom a játékot. Hát el kéne magyaráznod a lore, hogy mi ez a izé. Most mi történik itt? Igen, hát, éppen itt mi történik? Hát megmondom őszintén, ezekről nem nagyon szól a menü. Várja csak. Aha. Ja nem, ezek ez micsoda? Ah, ez HP. Ezek nem a szellemek. Hát a fő, gonosz, gondolom hát ez akar lenni a fő. De nem, mert nem váltottunk pályát, akkor mi az utolsó pálya, hogyha... Ja várjunk, ez nem... Pálya... Nem, ezek... Ezek csak így random ellenfelek, akkor még mindig itt nekem keresni kéne egy kiállatot, szóval itt még mindig egy labirintusban vagyunk. Hú, hát basszus! A 26-os pálya, hogy kezdődik. De ez külön betölti. És hasonlóképp kezdődik, de... Jó, ne spoilerezz, akkor... Valami. Nem, csak azért, hogy ez még fixen a utolsó előtti. Valamit itt még. Ezek micsodák, tesó? Na, jó, hogy itt most úgy néz ki, hogy van itt valami hely, ami úgy néz ki, mint valami felfedezetlen valami. Nagyon jó körül, körülírtam a dolgot. Na, de ezek szerint nem volt a going too tough. nem találtuk a Goingot too toughnak, igen, nem volt a menés túl Find nehéz. Find the going too tough. Jó, de hát izé... Nem a legegyszerűbb nehézségen játszunk most egyébként? Szerintem, de... Ó, basszus. Igen, nem tudom elképzelni, hogy... Hogy máson akartunk volna ezzel játszani. Igen, ez... Ó, ja, azt hittem, hogy rálövöm a sírkörre, és akkor eltűnik. Körbe-körbe megyünk. Nekem az a nagy megérzésem. Ez egész játék erről szól. Nem ez itt most ilyen wave alapú, hogy most meg kell ölni minden szellemet, vagy? És mi a fene megy itt? De néha elteleportálom, néha meg megütöm, szóval nem tudom, hogy most én csinálok valamit rosszul, vagy most ez egy ellenfél, vagy ez több ellenfél, vagy... Miért dob pénzt? Szerintem egy. Én nagyon össze vagyok zavarodva a témába. De már mennyiszer ütöttem meg egyébként? De nem ír semmit a manuál erről az interakcióról? Nincs benne ez az ellenfél. Hoppá. Jó lenne, ha meg tudnám ölni egyébként. Hát akkor mentünk egyet. Egyébként ez fura, mert a 25-ös pályának a végjátszás során úgy van vége. Sőt, fasság, mert már az utolsó pályán vagy, csak 25-ösnek írja ezt is. Tehát ez már az utolsó pálya. Mhm. Oké. Viszont a végét ezt mindenképpen meg kell, azt nem szabad átnyomni. Azt már most mondom neked. De mi, te már megnézted? Te már lesz spoiler?
Nem, csak kis képen látom, hogy itt vannak dolgok, vannak jó. Kellemes dolgok. Hát soha többet nem fogjuk az endképet látni amúgy se, tehát. Szerintetek Reaktor tiszteletét teszi most is a kommentekben? Ja. Biztos. Az a kérdés, hogy melyik profiljával. Nem az a kérdés, hogy tiszteletet fogja tenni, hanem melyik profillal. Fixen nézi egyébként, ez 100%. Hát most talán élőben nem, de várjunk egyébként. Nem is nézem, hogy élőben most mennyien nézik a streamet. 10-valahányan. Ez... lájtos. Fix. Ha nem is élőben, de... Szerintem élőben nem nézi, de... Biztos, hogy visszanézi. Ha most... Egyébként eddig ez a szekció, ha most tudnám, hogy mit is csinálnék, egyébként nem is olyan rossz, csak éppen nem tudom, hogy mi a fene történik itt. Wolfhound, de az képest ez a fel, ez tök jó. Ez nekem is bejön, csak hát... Na, ott egy... Templomharangban... Bam... Hát ezt nem értem meg. Ez a milyen szépen, ezért növekszik a HP, az egyszer csak én ezért... Ezért, Slenderman. Átlátottam egérről a billentyűzetre, csak hogy tudjak egy kicsit tölteni. Hát de nem. Megnéztem még egyszer, de nem ír erről az ellenfélről. A legnagyobbról írja, hogy ez valami szuper drón, vagy micsoda. Ja, szuper drón helyett ultra drón. De egyszerre több is van ebből, de most mi a célunk ezzel most? Valami kapcsolókat kéne nyomogatni, de még megvan a kulcsunk, meg minden, szóval így... Hoppá! Szólt valami, nem? Vagy valaki? Nem. Megnyomtam egy kapcsolót, találtam egy titkos helyet. És ott van egy max HP is. Hát nem értem vele sokat, az igazság. Akkor most már megnyomogatom a falakat. Játszok fal tipi tapizósat. Egy kicsit. Hát ha valamit meg kell nyomni, el kell pusztítani, nem tudom. Még az a jó, hogy ez nem használ lőszer. Nem tudom, hagyni kéne, hogy megöljön, vagy mi a fene? Biztos nem. Nem hiszem. De hogy jött, az a fő ellenfél, az... Vágom, az... Hogy jött be az előbb? Az nem fő ellenfél, az a fő ellenfél volt? Hát az csak a piros izé volt. Szerintem. Ne, ez egy izé. Az a... Ez ne, az szürke volt, meg jóval magasabb. Lehet, hát de a... most monokróm az egész játék. De nem tudom. Ja, de lehet... Örüljünk neki, hogy nem piros. Max az ellenfél volt, aki egy-két pályával ezelőtt volt, ez a... óriás. Aha, opa. Itt jön valahol. Aha! Hát én mentek egyet. Megjött a társaság, úgy nézem, de hogy így azonnal leszívott 50 HP-ra. Hova mentél? Mondom, mi a faszom az? Lángolós Hitler? Vagy mi a fene az? Ez főhős, csak ilyen... Izé. És ezen a pályán nekem healelnem kéne ezekkel? Hát ez egy vicc. Ja, hát... Ráérünk, nem? Nem az, hogy ráérünk, itt van a seggemben, nézd meg, ott píkelt van. Azt mondom, hogy... Smolva cigi szünet itt. Csak... Rá nem, meg nem talál. Hát ma ott van a sarkon. Társa már becsúszott, csak ő nem csúszott még be az sarkon. Jelenleg lehet, innen lelőném. Ja, próbál meg, amíg nem akad fel a falba. Na így. Hát, ha így is. Csak figyelj, mindjárt hátba fog ölni a szellem.
Na jó. Na most egy mentést nyomjál még 90 HP-n. Így. Tuturúri! De jó nekem. Pontok, Lacikán. Na? Hol van ez? Jó, nem téged kerestelek. Hol? De konkrétan hol? De meglépett? Ne szabasson már. Elment vasorázni egyet, vagy mi? Ilyen későn. De tényleg hova lett? Hiszem, ott van. Ja, nem. Már halucinálok. Mondják, meghalt, ott volt a hullája valahol. Ez lenne az? Ez nem az. Ez a másik. Itt halt meg a másik, azt tudom, az a szürke. Na, várjunk. Várjunk az a... Kérdezte volna magát a fal. Várjunk, várjunk. Várjunk. Megkeresem azt a healed. Ez volt az a heal station? Ez lenne az? Várjunk, ez lenne az? Látod? Szerintem kettő ilyen van. Látod? Olyan, mintha az a fegyvere lenne ott. Aha. Na, lehet akkor what to do. Úgy néz ki, hogy... Nem megy. Kinyírta magát a rakétáiból. Ez egy kedves kis ajándék, mondjuk. Na, megint csak ez. Ez most ilyen time section, hogy meg kell ölni adott mennyiség olyan ellenfelet, és akkor aztán... Ezt nem veszem most fő. Megint bejön egy ilyen csoda ellenfél. Én nem tudom, mi zajlik továbbra sem ez. Ezek honnan jönnek be, azt nem tudom. Na. Kicsit pörgetőzünk. Akinek még nincs fejfájása járt, itt annak most lesz, itt az elnöke. Ott van a 360 no scope. Konkrétan. Na. Jó. Konkrétan. Oh. Welcome to my domain, azt mondja. Aha, és ez már úgy néz ki, mint egy... Majdnem, mint egy baronok fel. Baron of Hell, meg a Blood Bowl, az ének a... Boom. A repkedő gargoynak a szárnya, gondolom. Hát egy kicsit minden, ilyen, osanos főbossz. Ott van egy szellem. Passz meg! Ez hogy kapott egy ilyen durván? Legalább nem hitscannel. Egyébként látod, hogy ide ad egy checkpointot neked? Adott egy checkpointot. Uh-huh. Vagyis hát, ha úgy nézzük, hogy ez az útcsopály, akkor technikai nem adott checkpointot, csak... Na most sokat várhatunk arra, hogy despawnoljon. Egy ilyen izét van, egy ilyen warm-up time, vagy nem is tudom. Van egy 6 percet, vagy... Na. Most valahogy despawnolt. Tudnám hova, ott van. Ott. Ő vette fel izében, mikrofonnal. Meg ezt a prutyogó hangot is? Mhm. Na, nem akarsz pikelni? Ez is. Az mi volt? Elbújt. Látszódik! Nem látszódik. Nem látszódik. Ez is kinyírná magát, milyen jó lenne. Ott van-e. Oh, milyen epic feed! Na, akkor úgy van a... Hova tint a jobb karja ennek az asszonynak? You win, Total Time 99-99. 99 perc, 99 másodperc alatt hát, megcsináltad. Ennyi. Aki majd rövidebb alatt megcsinálja, az ügyes volt. Average skill 80%, az nem rossz mondjuk, de Secret 17. Egy másodperc ilyen 100 óra volt. 100 óra.
Nice. Amúgy 99 másodperc, érted? Szóval ez azt jelenti, yeah, hogy ez másfél percenként számolt egy percet. Majdnem 100 perc. Na, mert újra a legnehezebb fokozat. Tudod, na, mikor. Meg itt van ezért outro. Na, nézzük. Na ezt már elolvassuk, na ezt már elolvassuk. Te felolvasod, ha már? Vagy? Ja, hát az összefoglalás, ezt rövidített olvasmányként. Szóval Baphomet megdöglött, megkóstolt a halál borát, micsoda hasonlat. A falak már nem falak többé, a föld már nem föld többé. Pedig milyen színesek voltak. Aztán itt a főhősünk elalszik, ha minden igaz. Vibeke nem mozdul, de gyönyörű fakó arca van. De hát meghalt, úgy néz ki. Nem, aztán mégis föl kell. The most delightful, a legkellemesebb szemek kinyílnak. I knew that you will come, she said. Na nézzük. Itt csak annyi, hogy a Chelsea meghalt, aztán még. Ott van a... Az aki, látszik, az... Itt látszik, hogy egy kicsit hideg van ott a női zenet, a csávon, meg ilyen kajakon napszemüveg begezi. It's over, Vibs. It's over, Vibs. Csak így... You want a flask of absinthe, Vibs? Happen to have a flask of absinthe on me? Take off your regular eye. Thy weapon. Oh, Gessy. I know Vibs. Okay, és akkor most fölélettek, odaadta a kabátját ennek az asszonynak, és azt mondja, hogy menniük kell, mert... The time of leaving. It's gone now. But if the going is too tough... If the going is too tough, it's time to leaving. The time of leaving has come now. Az meg... Na még, mi lesz itt a következő képen, vagy ha lesz-e? Mi, Kői, hogyha megcsinálod a Tristania 3D-t legnehezebb fokozaton, csak megmondom neked, legnehezebb fokozaton vagy 10-szer, vagy 3-szor, vagy egyszer sem menthetsz. Hogy is volt? Szóval, hogy még a mentések száma is limitálva van a játékban. Hát, ezt mondja, meg is tudom mondani neked. Azt mondja, hogy... Hát nézzük, hogy van-e több. Hát van több. Jaj, van több lore. Közben itt össze-vissza. Itt van top ész nehézségi fok. Yeah, limitált életeid vannak. Nem, limitált életek helyett limitált mentés. Ja, nem az volt, hogy hogy akárhányszor újból kezdhetted a pályát, és... Ja. 10 000 ponton, 100 000 pontonként kapsz egy új mentést. Vagy van egy ilyen pick-up is hozzá. És hányszor menthetsz? Hát összesen 9. Spare save games. 9 save game. Ja, tehát én gyakorlatilag checkpointos, hogyha találsz ilyen artifactet. Meg hát ugye brutál, Hát brutál nehéz. Én majd megnézhetjük legnehezebb fokozaton az első pályát. Ezután. De van még olvasnivalód. Én úgy nézem. Na, jövök is. Na. Itt van ez nem a Supernatural-ből az egyik csávó. Általad bármi lehet. Na, kiugranak ketten egy ablakon, és összedől az egész pálya. És megtalálták, bekerült, vagy észreveszik, hogy a gót világban vannak, hol máshol. Vibeke elkezd bőgni, és van egy ilyen császárnő, vagy uralkodó nő, aki valahogy itt van. Kiderült, hogy nem a földön vannak, ebben a gótikus világban vannak. Vagy amit tettél, értem, és minden gótért. Igen, azt olvastam pont. Tehát a 13 éves ilyen nyakszorítót viselő kislányokat is megmentettük. Mindenkit, konkrétan mindenkit. Örökké legenda leszel. Na, aki gót, annak ez egy kötelező játék. Na és ott egy... De ez hogyan ide?
hogy minden legendának minden legenda van egy kis igazsága. Oké. Okay. Gondolom ez azt jelenti, hogy van valami. Na, Na még 18 oldal. Olvasmány, 18 oldal, na, akkor ezt most, várjál, mi volt az utolsó oldalon? Azt hittem, I gladly accept any donations. Értelem, azt hittem, hogy azon odaírva. Na, tudod, amikor a indie devnek meglátod a játékának a kreditszét. Tetszett, akkor küldjél pénzt. Jó. Hát ezt nem fogom elolvasni most már, ez, ha van valami kép benne. Na, majd mindjárt. Szerintem nem véletlenül osztott fel ezután a játék megjelenés után, az a nekar simán meg lehet. És végre nyugodtan mehetünk a Hot Topicba denevéres csókert, mert minden jön azonnal. Remélem van valami trisztániás kupon, mert ha nem, akkor baj lesz van nekik. Kód, hogy Ardwolf. Nézzük, milyen szövegek vannak még itt, nem tudom. The desperate fight is over, hát... Ilyen Lovecraft-es. Ez ilyen olyan, hogy ez... Before I drink my last glass of absinthe and close the cover of the chronicle once and for all, I wish to whisper my final words of fate. Yeah. I'm filled with hope towards the remaining alliance operatives. Megszokásból megvagdosom egy kicsit az alkaromat. Absinthe-ot iszok, szóval ez... Van egy töltött pisztolya. My hideout is palace Ének... for a mouse. Bats are angels for rats. Énekeljek együtt azt, hogy my hideout is a palace for a mouse. Bats are angels for the rats. Box is a prison for matches. Mewing? Mewing. Mewing. Ez mewing. Mewing is lullaby for cats. Forwards is backwards for crabs. Truth is down, drowned in wine. Dreams left at awakening. The bicycle tumbles alone. Ez meg, hogy a bicikli, egyedül eldől. Azt, és utána még rátvidóz egy ilyet, hogy azt mondta... I'm free, the monkey said to the great. I'm not the great responded, I'm locked among monkeys. Ez azért nagyon nice. Na, itt van, congratulations, you have completed Trisenia 3D. Now that you successfully finished our game, what is your opinion about it? Bro. Who buzz meg? Was it good and enjoyable enough for you? Did your persistence pay off eventually? Kitartásod, bro? Hát figyelj, kifizetődött abból a szempontból, hogy most már nem alaptalanul tudjuk mondani a játékra azt, amit mondunk. Így, mondjuk, ja. Az ilyen a gótikus vágyaidat kielégítette, mint például egy gyönyörű gótikus artwork, vagy pedig egy gótikus témájú regény. Hát hallod, hogyha innentől kezdve ránézek egy gótikus festmény, és nem 45 csillár lesz bent a halban, 35 bizével, fotellal, akkor hazugság volt ez a játék, és az életem is hazugság innentől fogva. Szóval... De a Doom-nak a végén nem lehetett volna egy ilyen, hogy és amúgy tetszett a játék, jó volt, élvezted, amúgy család, hogyan, feleség, még együtt vagytok, amúgy nem vagy éhes, egyél valamit, nem szóval egy school shooting ne legyen, létszi, az ne. Szomszédnak a füvét meglocsoltad. Szomszédnak mondtad már, hogy van ilyen? Took me more than 5 years, it took more than 5 years for us to bring Trisenia 3D to life from the beginning. Devotion to Trisenia and its music exceeded every expectations. Tehát ez a mondat azt jelenti, hogy az eltökéltségünk a Trisenia és a zenéje iránt túlmutatott minden elvárásunkon. Ez mit jelent? Tehát, hogy mi magunk is meglepődtünk azon, hogy mennyire kivaszottul imádjuk a Tristeniát és a zenéjét. Tényleg elolvasom a mondatot, és nem is fogtam fel, hogy mi... Ez azt jelenti, hogy rájöttünk, igen, hogy kibaszott nagy fanok vagyunk. Amikor kitaláltuk, hogy csinálunk egy játékot a zenekarról, hogy növeljük a népszerűségét. De egyébként azt látod, hogy az egész egy mondat. Az Aurtól konkrétan a... Az alján, igen. Nem, alulról a harmadik sor elejéig. Szóval az oldal fene. Tehát várját, hogy más jelentés van. Tehát akkor jöttünk rá, hogy kibaszott nagy Trisenia fanok vagyunk, amikor
elhatároztuk, hogy csinálunk egy játékot, hogy népszerűbbé tegyük az együttest, és mi mindannyian nagyon sajnáltuk, amikor Vibeke Steen, nem tudom, döntött, hogy elhagyja a zenekart. Steve. Nagyon szerettük őtet. Igen, szóval ez két mondat lett volna legalább. Ja, a achievementjeit nem fogják elfelejteni, a Tristania 3D mindenképp de várjál, egyébként emléket állít neki, és az együttes mindörökké valóságig életben tartja. Várjál, én nekem most csak az a kérdésem, hogy Vibeke az mennyit volt benne a játékba? Itt most a végén, és így ennyi. A végén, meg ő volt ugye a cél. A Benfekt már lekéstő, mert most már a post-creditset nézzük, vagyis a creditset nézzük. Most hangszerelnek át, ők voltak az előzenekar is. Köszönjük szépen a... De nagyon köszönjük Tristaniának és Vibekének, hogy léteztek. De várjál, de a főső szöveget ne ugorjuk át szerintem, mivel hogy oda van írva, hogy megköszöntünk mindenkinek, aki segített, de hogy fősorolva nincsen név, nincsenek leírva nevek, hogy ki... itt van! Ja, várjunk, jó, oké. Tehát akkor egy hatalmas nagy köszönet Tristaniának és Vibeke Steennek, hogy egyáltalán léteznek a gyönyörű dalokért, amit legyártottak, és az összes, és mindazon gótikus befolyás miatt, ami emiatt kaptam, és számtalan egyéb rajongó is kapott ebből. Ti és a zenétek a legjobb között van, egy szóra mondom. Az évszakok változnak, az évek telnek, de a milyen kurva jók vagytok, ezt mindig emlékezni fognak. Szerintem a következő fejezetről beszéltünk 3 órát. Na, a következő további köszönet jár a Heavy Troopersnek, a másik kedvenc bandának a kibaszott jó zenéjük miatt, ami rengeteg inspirációt adott, míg elkészítettem ezt a játékot, sokáig, éljenek sokáig a harcosok fiúk. Tehát ez az alapja annak, hogy kitaláltál egy hazugságot, és mindenhová beteszed, tehát ezt meglátod, jó, hát megköszönt a Heavy Troopersnek, geci, ő találtak. Közben egyébként már a következő fejezetben látható, azért keresem, hogy... És viszont csak ezt a weboldalt meg kell nézni. Azt nézem. Scarlet Gothicának szeretnénk az in-game grafika mellett egy nagyon tehetséges gótikus artist, a néni. Nagyon sokat segítettek. Thank you, keep up the good work. Szerinted megköszönni majd Subrinának is? Mindenkinek. Nagyon Tristania message board, illuminated, gondolom ez az a rajongó fansite vagy fórum, ahova kösz, hogy megoszthattam a munkámat, és rengeteg segítőkész emberrel, például Emperor Connie, Scarlet Gothica, Mr. Jack, Zefanzeke, Funeral Lord, és mások. De nem köszöni meg az édumosoknak egyébként. Mondjuk valószínűleg nem sokat segítettek. Hát... Ja. De látod, hogy Scarlet Gothica ismételten meg lett említve. Ilyen jó a content reusing. Hát persze, Zédum fórum ez. És persze hát megköszönik nekünk is, a kedves játékosnak, hogy befejeztük a játékot, és remélhetőleg élveztük is. Befejeztük a évek kemény munkáját. And not being disappointed. Vips fontossága csak akkor lett tudatosult mindenkiben, amikor ott hagyta a Tristaniát. Ez a történés legtöbbünknek túlságosan nehéz falat volt, hogy mondják ezt magyarul. Tehát nehéz volt feldolgozni Vibeke. Nem bírta a gyomrunk. Csinált valami, tuti van valami szóló karrierje, ahol ugyanúgy lehet követni ezt a szerencsétlen asszony, nem hiszem, hogy ez már egy kicsit ilyen obsession szerintem. Miből gondolsz ilyenre? Nem is tudom, hogy miből gondolsz ilyenre így. Egy ilyen számítógépes játék biztosítja, hogy a neve
sosem lesz elfelejtve. Soha. De igazából akkor miért nem Ribeke 3D, csak úgy... Ja. De ez... Már új zenekarra van az ott, ja? De ezt mondom, úgy van beállítva, mint hogy kézzétek. Nem olyan Tristániában véget, tehát onnantól olyan, mintha meghaltál volna. De én azt nem értem, hogyha a Vibekének van felállítva, akkor már miért Tristánia, érted? Tehát, hogyha ott is hagyta, akkor már miért nem Vibeke 3D már most? Nekem... Ja. Nekem most már az a kérdésem maradt. Ha van kérdésed, ami nem lett megválaszolva a gyakran ismételt kérdésekben, feel free to send me a letter. Küldjünk neki egy... Küldöm neki a postagalamban azért. Kriptominert. Krisztánia jó zenekar, figyelj, olyan, mint a... Mi a fasz? A Nightwish, vagy a Within Temptation. Furra ugyan a szimfonik metal női vokállal, mint az Epica. Annak idején marha jó, amikor max 13 éves vagy, meg van, amikor ilyen 55 éves korod után felfedezett, hogy ez kurva jó. Egy idő után. És így közte sose. Egy grafikust fizetett meg, erre el van lopva mindez. Nem, az B-turbó volt. Na, és utolsó oldal. Na, elfogadok minden feedbacket, véleményt, kritikát a játékkal kapcsolatban. Hát igen, de hát fake profilokkal kell kommentálgatni a livestreamek alá. Meg egyáltalán beszélni, de hát nem beszélünk. Szóval. Jó az. Nekem az a bajom, hogy olyan mély ez a rabbit hole, hogy konkrétan át kéne nézni a Spear End of Destiny-t elejétől végéig, és nem akarok még egy Wolf 3D TC-t végigjátszani, mert fog az édes faszom olyat csinálni. Ki kéne vesézni, hogy mi van az SOD-ből, mi van mondjuk Wolf 3D-ből, meg mi van mondjuk nem tudom máshonnan, és akkor egy ilyen percentage, na, hogy egy százalék, vagy egy tortadiagramot összerakni, hogy mekkora része volt a játéknak eredeti tartalom. Hát figyelj, majd ezt a Scarlet Gothicát meg kell nézni, hogy ő mit járult hozzá, például azt a bal oldalon szereplő tukánt lehet, hogy ő rajzolta, vagy a jobb oldalon lévő macskát, nem tudom, mondjuk az a tukán, az nem tudom mit keres ott bal oldal. A összegzésben én továbbra is csak azt tudom mondani, hogy nem is azzal lenne a baj szerintem, hogy mindenhonnan össze vannak lopkodva a dolgok. Na, ez például biztos Scarlet Gothica csinált. Szóval nem azzal van a bajom, hogy össze van lopkodva... Már bocsánat, de ezért. Programátor, reaktor. Grafika, reaktor. Írta és rendezte, reaktor. A véleményeket írta, reaktor. Reaktor. Sminket készítette, reaktor. Tök mindegy, de ilyen összeolózva legyen, átmásolva akármiből, tök mindegy, csak a... legnagyobb probléma az, hogy brutálisan confusing az egész, tehát annyira... Igen, egy clusterfuck az egész, ja, szóval magyarul így... Egy ilyen clustered akármi, egyszerűen túl sok a tereptárgy, és ezt mindenki nevében mondhatom, túl sok a tereptárgy benne, borzalmasan bántja a szemét az, hogy... Keci, láttátok, hogy nem kell tovább ragozni, piros helyre berakni a piros kulcsot, egyszer játszd el poénból, vagy a titkos pályát nyitó kulcsot. Hát meg a titkos útvonalon van a továbbjutás útvonalon, meg ott van, hát kulcs is volt egyszer talán, de az a nagyon fasz fejzé, az a négy kulcsos pályán volt, tudod, az a, mi volt a nevező, Four Keys, vagy valami, de a Spear End of Destiny-ből lett átemelve, csak a titkos útvonal meg lett csinálva normális útvonalnak, és berakta a negyedik kulcsot oda. És akkor ez volt egy pálya. Legyenek. Tudom, hogy a Wolf 3D sem arról volt híres, hogy nagyon el lehetett volna különíteni a pályákat, vagy a különböző termeket egymástól, meg az is ilyen labirintus volt. Rendben van. Valami színnel jelölni, vagy valami ezt... kicsit, vagy rárajzolni egy nem tudom, egy karistól, rákaristolni az egyik textúrára, hogy most erre vagy valami már. Rakjon kenyérmorzsákat a földre, hallod? Valami. Főleg úgy, hogy van lehetőséged ugye változtatni a dolgokon, te határozod meg, hogy ennek a szobának ilyen színe legyen, stb. Akkor legyen elkülönítve, elhiszem, hogy
katedrális nagyjából ugyanolyannak kell kinéznie, de mindegyik pályának van egy színsémája, és akkor úgy néz ki az egész pálya. Ugyanazok a pályba vert tereptárgyak, amelyikből tele van az egész. Szóval ez a probléma. Nekem ez a problémám vele, nem az, hogy lopta innen, onnan, stb. Nem, azt magáénak állítja, mert figyelj, olyan emberről beszélünk, aki Heavy Troopers katona. Szóval... Igen, nem is kell többet mondanod, csak ennyit. Heavy Troopers katona, és így ennyi. Katona, ennyi. Egyébként, ha érdekelne, vagy nem tudom, csinálnék egy ilyen modot belőle nagyon szívesen, csak hát gondolom, rengeteg időbe telik, meg hát én nem rajongok egyik együttesért sem ennyire. De az Ossziáni egyébként kurva jól hangzik, azt poénból megcsinálhatnánk egyszer. Ossziáni a 3D. De akkor az is egy Wolf 3D TC lenne? Ja, hát nem tudom, szerintem nem tudom én, Doomba megcsinálni, vagy valami. Tehát, hát Doomba maga... már túl modern, de az abban, hogy Jeezy Doomba már tudsz ezért többszintes pályákat csinálni, hát már milyen modern. Hát tudom, ez csak jobb lenne még izé. Az öreg paksit látni a hadon, közben kunyorog jobbra-balra. Ja, most van egy nagyon elborult ötletem, mivel ugye ott van nekem egy Skeletonba, az Alien Anarchy megcsinálva, Jeezy Doomba, ugye az volt a szakdolgozatom. Abba azt összetákolni valahogy Ossziáni a 3D-nek. Megcsinálni, vagy iszébe, nem tudom, a Build Engine-ben megcsinálni, hogy mit tudom én, ott a úgy indul az egész, hogy a debreceni koncerten elüldözik őket, és akkor menekülnie kell először Debrecennek így a külvárosában jönnek az agresszív rajongók, le akarják lőni meg, mit tudom én, és akkor valahogy vissza kell jussal, mit tudom én, Budapestre vagy valami, külföldre emigrál valahova. Ez egész Magyarországon így ilyen road movie lenne az egész. Hú. Na. Ja. Majd egy ilyen hashtaget megérdemel szerintem a videó, hogy ilyen save vibes, vagy valami goodbye vibes. Majd szerintem egyébként lesz a mind a három stream így összerakva, majd lehet, hogy nem tudom, azon gondolkodtam, hogy tegyek bele annyi effortot, hogy összevágom, hogy csak a jó pálya attempteket érted, de mondjuk azt sem tudom összeállni, mert annyi mentések vannak benne, szóval szerintem csak annyit csinálok, hogy levágom a streamek elejét, streamek végét, és összerakom a három streamet egy ilyen supercutba, és akkor lehet nézni majd a főcsatornán, aki lekésett volna valamelyik streamről, az meg a... De azt szerintem egyébként én leszek olyan fasz, hogy azt is elindítom egy livestream formájába, és lestreamelem azt a 9 órát, miközben alszok, hogy ugye a YouTube úgy vegye, mintha egy élő közvetítés lett volna, és a statisztika följebb viszi a számokat, mert hogy élő. Yeah, csak a végén mindenki, ha van idődre, csináld meg ilyen timecode-os, hogy izé level 1, level 2, kíváncsi vagyok, hogy mennyi időt basztunk el egy pályán. Azt meg tudom csinálni. Hát figyelj. Ilyen statisztikák, hogy hogy változott. Szerintem ott a játék a második streambe ott volt a legbrutálisabb. Az meg a második stream, igen, ott szenvedés volt. 40 perc volt egy pálya kb. Igen, az a baj, hogy re-renderelnem kell így is úgy is a videót. Az meg... Az vicces lesz, van meg egy egész napon ez a fos fog renderelni. Hát vagy meghagyod így három szépen, és akkor úgy megcsinálod a timecode-okat hozzá. Na, mehet a top ace level 1. Emeljek WC-re mindenek előtt, aztán jöhet felőlem. Jó. Addig a chat szavazhat, hogy hány másodpercig éljük túl. Én egy 5-ös másodpercet szavazok. Én azt mondom 20. Vagy chatbe jöhet az ajánlatok. Addig berakok egy live splitet. És akkor tudjuk nézni, legalább. A streamben nem rakom be, mert az most komplikált ott lenne, meg a Maluk Racer live split layoutot használom, szóval ja. Akit nem figyelt volna az mostanában Maluk Racer speedrun megy itt, aztán ja, meg itt sokféle szart előtte. Jaj, hát Lajon, meg kell mutatni a Pizza Dude speedrunt. Hát ezt meg kell nézni, hát azt nem engedjük el a jó uraságot anélkül, hogy azt megnézni. 10 Mississippi, 2-3 perc, 69 másodperc, 30 másodperc, 20 másodperc, 420 másodperc.
No. Kiderül. 5 perc. Na, szóval akinek még ezek után is annyira van kedve popázni, hogy szépen kifejezzem magamat, itt a játék. Elő lehet venni, azt végigjátszani. Most már ezt is kimondhatom. Na ez, ez az a pálya, ez. Hulladék. Ipari hulladék ez a pálya. Ipari hulladék. Na majd a Heavy Troopers x Petőfi közös koncert lesz. Majd akkor lesz érdekes újra a dolog. Ne legyen Heavy Troopers koncertre, aki tud. Vagy ha tud. Azért az ám demo. Oda ment az aranyajtóhoz kétszer is. Belőtte. De megcsináltuk. Végre megvan. És aki nagyon szeretné, hogy speedrunnoljam a Trisztania 3D-t, ott van a Twitch csatornámon, amit egyébként be is lehet követni, ott van a reward, valami 2 millió channel pointért fogom speedrunolni a Trisztania 3D-t, azért garantálom. Aki kigyűjti a 2 millió channel pointot, így le a kalappal, és meg is csinálom. Nincsen. Szóval nem tudok bontani. Bontok egy. Hello. Hello, Vips. Hello, this is Clever Game speaking. Oh. I am Miklós Varga. Varga. Na, demo. Na. Ilyen is van benne? Ja, van ilyen is benne. Az előbb pont betöltötte azt a fos hulladépáját, azt a 4 kulcsosat. Konkrétan csak oda ment az aranyajtóhoz, elkezdte lövöldözni, és így ennyi. Na, akkor... Klasszik demo. Na, topész. Indítom majd a timert, hogy ezért... Na. Petőfi. Na, nincs pisztolyom. Kéne nekem piszt... Oké. Vigyázz a csalán. Vigyázzok a csalánra. Levett 49%-ot egy lövés. Oké. Hol van? Hol van? Hol... Hol van? Beszorok. Ez 40 másodperc volt. És most zöldel. Ez 40 másodperc volt, nem tudom, hogy ki találta el. Alá mentek, én 20-at mondtam. Zöld halál. Zöld halál, igen. Hát így top észen nem lesz megmentve Vips. Trimetal volt legközelebb 30 másodpercet. De egyébként simán meg tudok halni kb. 3 másodperc, ha ezt nézzétek. Pedig... Kelet felé kell menni. Az persze, nem is kelet felé kell menni az a pályán. Az bezzeg ilyenkor senkit nem találok. Na jó van. Hazugság ez a játék. Hazugság. Na, ott van. Baj az oké se. Megakciózzuk a dolgot. Na. Erre kell valamerre menni. Tudom én azt. Erre kell valahova menni. Ebbe a csaróba van valahol a továbbjutás kulcsa. Mindegy. Ha nem kezdem újból a Trisztáni a top ész fokozaton. Ne. Még vicces lenne. Az milyen durva lenne, nem tudom magyarul, hogy hívják ezt az effektet. Volt az a film Groundhog Day, amikor a csávó újraélte ugyanazt a napot. Jó, igen, mindig, igen, igen. Mindig felkelt, és akkor az előző nap volt újra meg újra. Gondolt el itt azon, lekapcsolod a streamet, és akkor ez egy képszakadás, és ott tart az, hogy már megy a streamed, és még egyszer végig kell játszani. Hol... Utolsó 5 pályát. Hamarabb a golyó általi kötél, köszönöm szépen. Na jó, többet nem.
Na, mit szólsz ahhoz, hogy megnézzük a Trisztánia 3D weboldalát, a Scarlet Gothicát, meg ilyen webes barangolásokat még folytatunk itt a játék. Megnézzük, hát persze, megnézzük a subrina.blog.hu-t. Nem, csak viccelek. Na, de nézzétek meg, ha akarjátok, subrina.blog.hu. Az micsoda? Oh, várjunk. Te ezt nem vágod, akinek kirakta a nevét katonákból? Nem, azt nem vágom. Nem? Volt nem. Egy, mindegy, gyorsabb valóban annyi, hogy van egy nő, a magyar nő, aki ilyen soft pornós írásokat csinált a saját blogjáról, hogy ő szeret ilyen sub ja. Akármiből, és a reaktor az olyanokat csinált, hogy küldött neki egy képet kommentbe, hogy kirakta Düne 2000-ben így gyalogos katonákból a nevét, hogy Subrina. Azóta nekünk ez ilyen visszatérő insider joke, hogy kirakom a nevedet Düne 2000-be. És erről van valami kép, vagy valami írásos emlék? Subrina.blog.hu. Nézd meg a kommenteket, annyi. Szerintem még működik a... Subrina? Ne, eszel. Subrina.blog.hu. Várja, nem. Lehet, hogy már nincs meg. De megvan. Eszel. Nem? De igen, ez az. Aha. És hol kéne megtalálni ezért? Igazából végignézheted a korábbi heteket. Heteket. Az a baj, hogy a YouTube chat az nincs meg 16.9-es layoutba, szóval most össze kéne tálkolnom nagyon gyorsan az egészet. Várjunk csak. Itt gyors tálkolások lesznek most. Ja, várjunk, van. Van YouTube chatem, csak be kell feedelnem újból. Kirakás? Isten tudja, mi volt már. Közben lehet, hogy a Discordon, hogyha megnézed a reaktoros szobát, akkor lehet, hogy a régebbiekben ott van, vagy pralágban, hogyha visszakeresel. Ja. Ilyen, hogy Subrina, akkor biztos ezekre nagyon... Jó. Majd megnézem, hogy ott... Várjunk. Akkor így. Na, akkor itt a Subrina blog, de akkor ezt most ne nagyon görgessük át. Nem lehet reaktorra keresni? Ne, ez csak... Lassan megkövethetem reaktort. Micsoda? Ja, de ezek a kommenteket végigolvasod, ezek ilyen blog.hu-s berkeken belül voltak ilyen csaták Subrina, meg más csávók között, hasonló blogokon anyázták egymást, hogy jaj, mert a nők gyökerek, meg a férfiak gyökerek, és akkor itt nagyon osztották egymást. Fasz tudja, valahol... De várja, ezt nézd! Aha. Jaj, tehát komoly, és akkor beküldte neki a képet, hogy kirakta a nevét a Düne 2000-ben, ilyen obszesszív majd Discordon majd átküldöm, vagy megkeresem a korábbiakat, ott nagyon volt, hogy tartottunk szubrinapok, felolvasó esteket adminokkal megjönni. És még egy évvel ezelőtt még írt ide. Ja. Szerintem, hát amiket mi keresünk, az ilyen 2019-18 körüliek. Aha. Ilyen. Összeállt a kép. De a blog, azért olyanokból állnak egyébként, hogy ő ilyen oltástagadó volt, meg a főnökét mindig meg akarta kúrni a főnökét. A főnöke meg akarta kúrni őt. Szóval ilyen... De ez egy ilyen, aki szeret ilyen rabbit hole-okba lemenni, vannak itt tinderes beszélgetések belőle, ez egy isten ilyen jó kis rabbit hole. De jó. A címek is néha olyanok, hogy mit tudom én, álló fasszal vár a főnökön, vagy valami ilyesmi. Jó, szóval, oké. Okay. Aki szeret ilyenbe lemenni, ott van, csak annyi, hogy ne kommenteljetek meg semmi, mert már... Ez egy lecsengett dolog. Csak olvasni, meg ilyesmi. Ne
vegzáljuk szegény nőt. Meg ő is egyébként mindig furra ignorálta a csávót, amikor írt neki, nem nagyon foglalkozott vele, szóval ne. Na, menjünk inkább tovább a Tristania3d.hu-ra, amit a Miklós Ákos valamiért megvett. Öt kell kérdezni, hogy miért vette meg. És itt van az egyetlen és remélhetőleg utolsó Tristania 3D speedrun. Hát oldali, így kellett volna megcsinálnod azon a streamen az első pályát. Látom, mindig kellett fele megy. Curtis csak megy, és így azonnal tudja a pályát. Hát gondolom, ezért betanulta. Vagy megnézte azért a térképet, vagy nem tudom. 18 másodperc. Becsülendő. De látod, a part-time 45 szekezen a pályán. Ilyen... Ja, szóval ott a letöltés, jaj, hát ezt az oldalt nem hagyhatjuk ki, a Lambda Team-es release oldalt. Ja, és egyébként Franci Jorg nagyon jól meglátta, hogy akkor ezért Subrina a neve az egyik fegyvernek. Az nem Sabrina volt? De. A Subrina? De emiatt. Hát ő is Sabrina, csak ugye Subrina, mert ő ilyen sub. Ja, hát, jó, oké. Okay. Tehát de egyébként ezért, persze. Ez ilyen kis neve az inszer, ilyen easter egg, vagy nem tudom. Hallott ki azokat a YouTube-os rizész emojikat, dobd már ki a kukába, hogy please. A chat üzenőfal már nem működik, ugye? Haj, de szomorú, de viszont itt van 81 komment. Hombre, megkaptad a DVD-t, amit kértél? Még. Kedves Visor kolléga, nagyon itt tirogatott. Igen. A viszont Gézi Dumos fórumot, azt a múltkor mondtuk, hogy ezt... Ja, igen, várjunk. Gézi Dum reaktor, vagy valami, és akkor... Zédum fórum, de nekem ide szerintem be kéne lépnem ahhoz hozzá, sajnos most már. Ne, megy ez külön is. De múltkor belinkeltem egyébként. Nem, itt van. The board requires you to be registered and logged into view profiles. Ne, de egyébként rákeresek, hogy Tristania. Ne, most belinkeltem, itt van. Belinkeled? Ja, a chaten. Ez, amit múltkor is linkeltem, itt van a Photoshop-ba összerakott a kis kezű, mi a faszom, vips. Fog a faszom Zédum fiókot regisztrálni. De nekem se kell. Várjál, most hova raktad a chatre? Nem a stream chatre mondod? YouTube chat. Én miért nem látom a linket? Le vagyok bannolva biztos. Igen, biztos be van írva, hogy per ban. Elküld. Ezért Lali's Games. De az, hogy az egyébként jó. Egyébként ez nem azért miatt van, hogy lejárni vagy valami, hanem ez publikusan elérhető, és ebben nagyon jól megfigyelhető, hogy mi gond. Tehát, hogy ugye hatalmas nagy tervek vannak, és végelenül, mert itt van ez a kibaszott nagy body of szöveg, és gyakorlatilag azt írja, hogy igazából minden ötlete megvan, tudja, hogy mit akar csinálni a játékból, ami egy gézidumos motorhoz képest szerintem brutálisan nehéz dolog lenne ezeket így megcsinálni, többféle karakter, stb. Csak azt írja az ember, hogy hát csak én speciál, csak egy ideázmen volt. Ja, én a programozáshoz nem értek, azért kellene programozó segítség, csak aztán mondták neki, hogy figyelj, ez nem biztos, hogy működik, mondták neki, hogy ez nem, tehát ezen valamit változtatni kéne, meg ne várja el senki, hogy ezt neki ingyen meg fogják csinálni. Akkor átment ilyen agresszorba, hogy a kurva anyátokat, meg hogy stb. Akkor az egyik csávó kikelt magából, hogy figyelj, oké, rendben van, végolvasom az egészet, ott van ez a kép, ami úgy néz ki, mint egy 10 éves gyerek rakta volna össze Microsoft Paint-be, és ez nem adja azt a hangulatot, hogy ez egy komoly projekt, meg ne követelődzél. Nekem ez a kedvencem. Listen up, guys! Listen, apostrofa guys Z-vel. Egyébként 2091 posztja van. Na, ezt kerestem.
Látod, nekem mert itt meg lehet nézni az összes kommentjét. Nekem az a kedvenc kommentem, amikor már ez a gézidumos csávó rászól, hogy figyelj, ne írjál már így, hogy guys, meg ilyesmi. Ja, igen. De hát ez a minőség. Amikor ki van baznak őzé color kijelve a fölálló hajszál. Fél, még azt mondom, hogy még ez is rendben. Én is annó, jó, valaki nem ért így a Photoshopot, stb. Viszont vele az is volt a probléma, és ez, hogy mondjam, tehát az kimondott, vagy közismert tény volt, mert említette egy csomószor, hogy ő nem akar, például ő csak a Movie Maker-rel akart videókat csinálni. Akkor mondták neki az emberek, hogy de figyelj, le lehet pirate-olni egy Premiere-t, egy Sony Vegas-t, vagy akár egy azt ugye akármilyen másikat, amivel jobban lehet szerkeszteni dolgokat. Azt mondta, hogy nem, neki nem kell az ilyen Adobe product, meg stb. Rendben, mondták neki, hogy ott van a Photoshop. Nem, ő megcsinált mindent ezzel a Textosteron nevű programmal. Mi is az a Textosteron? Textosteron. Ott van a blogján a gyakran ismételt kérdésekben. Tehát ezért csinálta. És ez megint csak, aminek hívják a hatalmas nagy lebukás, vagy valami, hogy ha megnézed a Heavy Troopers borítókat, meg az ő általa készített borítókat, akármi is legyen az, láthatod, hogy fullosan ugyanaz a stílus. Most megnézed ezt a Tristania 2 borítót, meg megnézed a Heavy Troopersnek akármelyik borítóját, rájössz, hogy ugyanazt az ember csinálta. De egyébként ez tudod, hogy néz ki ez a nem is tudom, ez a lávás effekt, mint hogyha egy Doom modnak lenne a kép, vagy TNT-nek, vagy az Evolution-nek, nem is tudom melyiknek volt ilyen színű szövege, de meg mi ez a kettes bazd meg És látod, hogy ilyen furán van kivágva, tehát hogy szőrös a kivágás, látod a... Igen. Fura az egész szóval. És ez mit csinál itt? Akármi is legyen az. De nekem ez fiat. Current Progress Storyline 100% In-game Graphics 80% Wall Floor Ceiling Graphics 93% Static Objects Graphics 62% Enemies Graphics 45% Weapon Handling 40% Sounds 74% Music 56% Level Editing 0% Programming 0% És ez 212-be kitette. Tehát megvannak a textúrák, megvan minden, nem tudom, hogy az 56% az hogy jött ki egyébként. Vagy a 74-62%. De igazából gyakorlatilag ez az tényleg, hogy én is megcsinálom a dolgokat, azt mondom nekik, hogy figyelj, itt van a Bartos 3D, vagy az Oceania 3D, meg vannak hozzá cuccok. Kurvára nem értek ahhoz, hogy kell egy pályát csinálni, úgyhogy gyertek, segítsetek, csináljatok. Nekem pályák. Kövi, a kérdésedre, hogy mit szólt ehhez a banda, a reaktor az adott egy kopit a Tristania 3D-ből a bandának, és utána fölbomlott. Ez még a izében voltam, úgy ez fix a háttérből megmondom neked, ez a ma már Klub 202, vagy lehet, hogy meg is szűnt, annó Vigon futott. Voltam én is ott pár koncerten annak idején. Én erre kurvára kíváncsi lennék, hogy mit szóltak a tagok, vagy egyáltalán kipróbálták, vagy micsoda. Ez nem azért, hogy most ők is elmondják, hogy milyen szar, csak tényleg kíváncsi vagyok, hogy a, mit tudom én, ez a gitáros sávó, vagy a főszereplő Einár az így nekiült, és akkor oké, nézzük meg a menüt, akkor DOSBox, akkor C2-es pont visszaférjel, Mount CD. Nem hiszem. Igen, mert hogyha azt nézzük, hogy mit kapott meg, várjunk csak. Ugye... Ja. Hát ugye, hogyha nézzük a file struktúrát, hogy mit kapott meg, hát... Ez meg... Egy tech illiterate személynek ez konkrétan 3 nap, mire beüzemeli bazd meg a játékot. De konkrétan. Annak idején már ott volt, aminek hívek, amit a évek óta protezsálok, a Defend Reloaded például, az egy sima drag and drop módszerrel megcsinálod, azzal működik, de az sem egy olyan, tehát egy átlag felhasználó azzal sem fog tökölni sajnos.
Szóval... Mondjuk ez kikerülhetetlen, szóval ez a Wolf 3D motorra jár. Evan. Az ő döntése volt, hogy ezzel csinálja. Ezt most te nem látod, várjunk, de átváltott neked desktop streamre. Itt a csodás izé back cover, ami volt az izé. Na de ez már Tristania 3. Ja, 3D. Nézd, Lomi már készen az a Tristania 3. Nem, itt vannak azok az ornamentes díszek a szélén. Azt hittem, hogy a jobb oldali is ugyanaz, de láttam, hogy 3D. Igen, ez járt, ugye, intelligent enemies. Many great features. Miért nem írod le a feature-öket, hogyha... Vesz meg. 26 great challenging levels, hát. Ez milyen betű akar lenni? Mondd már. Jó, ja, ez a dupla V akar lenni, hogy wonderful dark gothic atmosphere. Ez nagyon szép. Basz meg. San Andreasban volt ilyen gothic betű a küldetéseknél. Legközelebb tongsabda TC-t kérsz, hát majd te. Lambda team, de egyébként úgy, a Lambda teamről is mindig úgy beszélt, mintha nem egy ember lett volna a Lambda team. Ja. Ez az ő, hogy mondják, ezt ilyen világa, vagy nem tudom. Hát aztán kitalálsz magadnak egy ilyen lort. Tehát olyasmi ez, mint amit a Civi csinál, csak érdekes módon a Civiről tudod, hogy kurvára kitalált az egész, tehát igen, hiszen igen, nem itt, egy, nem itt, egy hát meg, börtönben meg... van a csávó, de hihetőbb. Igen, igen. Nekem most már csak egy kérdésem van, kedves Lali, hogy mikor fogunk gogusan felolvasni ezt az egészet, és aztán valami anyagot készíteni belőle, valami hanganyagot, a hangos könyvet ebből a storyból. Tristania 3D story hangos könyv. De le is kell fordítani, vagy hogy gondolod, hogy magyarul? Angolul. Szóval... Ez is megvan nekem valahol. Várjál, figyelj, megcsináljuk azt, hogy minél több kontent legyen. Egyszer angolul, és aztán egyszer magyarul. De a magyar az úgy, hogy csak fordítóba bebasszuk, és ami kijön belőle. Majd ezt... Ezt akartam mondani, hogy ez azért ebből lehet. Várjál, mi? Van egy ilyen... Tudok belőle másolni. Figyelj, kivágom az első oldalt. Tudom belőle másolni, szóval. Na, kivágom az intrót, és berakom a Google Translate-be, és elolvasom neked. Demózzuk az ötletet, a chat pedig értékeli, hogy tetszik az ötlet. Figyelj, lehet, hogy jól fordítja le. Egyébként a DeepL-be tedd be, az jobban fordít. De pont azért, hogy szar legyen, nem? Jogos. Na, azt mondja, hogy egy krónikában a kezdet nagyon kényes időszak. Egy legendát százak, ezrek adhatnak tovább. Emberek bizonyos elemek változhatnak, ahogy az évek mégis néhány dolog soha nem fog megváltozni. Hogyan minden elkezdődött? És mikor? Nem tudom, mikor volt az idő, hol valami szörnyen rosszul esett. És miért történt így? Mi vezeti nyomra az események folyamát, ami a teljes tragédiát eredményezett? Halált, kétségbeesést és félelem. Olyan dolgok, amelyek nem történhettek meg. Dolgok, ami egyszerűen nem létezhetett. Van valami nagyon régen történt. Valami borzasztó rossz, ami begyújtotta az események végzetes láncolatát. A színpad állt, rejtett társadalom, sötét titkok, a gyönyörű fiatal nő. Utána nehéz tárgyilagosnak és józannak lenni, amit erről az esetről hallottam. Csodálkoztam, és egyszerre megdöbbent és megijedt. Valami megtörtént, ami egyszerűen nem történhetett meg a miénk alatt a világ modern, korlátozott szövegértése. És ezek csak apróságok voltak. Kicsi, de igazán sokkoló apróságok, amelyekről nagyon kevesen tudnak. Igen. Ez az incidens titokban kell tartani. Isten tudja, mit megtörténne, ha ez a világ tudomására jutna. Valahogy nem félek ettől. Még akkor is, ha a hír az incidens valahogy kiszivárogna, senki sem valaha is, higgyétek el. Én is alig hiszem el. Nagyon érdekes visszanézni ma, de ezek az események megtörtént.
Ez... Ez nehéz, nehéz így felolvasni egyébként. De még itt az, még itt az elejét, amit a Vibekéről, még egyet, ezt a két bekezdést felolvasom. Lesz a Trisztánia pont nevezetű weboldalt, oldalt. Hát ugye kérdezték pont, hogy mi a Trisztánia. A világ legnagyobb és legismertebb Dark Gothic bandája. 1996 óta Trisztánia kinőtte magát Stavanger kisvárosából, ahol letelepedett és meghódította a slágerlisták szerte a világon. Az album eladások, a koncertek csillagászati hasznot hoztak, a gyönyörűen megkomponált dalok minden évben emberek millióit vonzották. Olyan csodálatos, annyira, az együttes dalai kiemelkedően jók voltak, a Trisztánia kifejezés hamar közismerté vált, a legjobb zenei előadás szinonimája, senki sem tudta volna elképzelni. Hogyan is tudta volna, olyan finom, túlvilági zenét produkáltak, mintha egy olyan helyről érkeznének, amely messze túl van a miénktől horizont. Az álmok elhagyott helye, a képzelet és a tisztaság törékeny országa. Senki sem tudná a választ, honnan merítenek ihletet egy ilyen mennyei zenéhez, de Trisztánia hamar azzá vált a világ egyik kedvenc zenekara, a legtehetségesebb művészekkel. Anders Høyvik, Hidle és Rune Ustenhus, a gitárosok, Einar Moen, a szintetizátor varázslója, Kenneth Olson, a dobos, Kjetil Ingeretsen, a kemény hangok mestere, Anders mellett, és a világ valaha látott legszebb énekesnője, Vibeke, Vibeke Steene. Kétségtelenül lenyűgöző szépség volt, nem csak a sötét gótikus stílusban, hanem mindenhol. Határozottan kiérdemelte azt a hírnevet és hírnevet, amit mindenkitől kapott, Trisztánia rajongók és nem rajongók, semmi sem hasonlítható szépségéhez és mennyei szépségéhez, hangbetöltött minden fület és szívet, ahol megszólalt, és ott visszhangzott hosszú ideig. Ő volt az egész banda lelke, a legcsillogóbb fekete gyémánt légiókkal körülvéve rajongók. Talán ezért is tartják általánosan azt a véleményt, hogy az egyik rajongó volt a felelős. Hogy mire, azt nem tudjuk. Olyan, mint ha fennakadt volna a lemez nálad, mert hogy azért, hogy amikor ott a She Definitely Earned the Renown and Fame, azt mondtad, hogy hírnevet és hírnevet. Jó fordítás volt. Így fordítja, hogy mennyei hangja és mennyei hangja. Mennyei hangja és mennyei hangja. Hát ez kurva. Beszélhetünk róla esetleg, valami izé, egyik oldal, te másik oldal, vagy te a ló, ahol a szereplőket külön... Geriéket is simán. De nincsenek izé, ahhoz akkor még több effortot kell beletenni, hogy rájönni, hogy kicsoda beszél mikor a szövegbe. Akkor lenne egy narrátor is. Hogy ezt szöveget valahogy beszínezni. Vagy azt csináljuk, hogy te olvasod föl a sztorit, én pedig a manuált. Find the going too hard? Find the going. Find the going too tough. Ez hogy fordítja le a fordító? Erre kíváncsi vagyok. Lehet, hogy jól. Túl nehéznek találja az utat. Azt arra fordítja a Google, a DeepL pedig... Túl nehéznek találja az utat, ugyanarra fordítja sajnos. Tudod, mi lenne még poén? Megpróbálni mondjuk lefordítani először, mit tudom én, spanyolra vagy portugálra, és onnan vissza angolra, és onnan vissza magyarra. Egyre rossz, és így annyiszor megcsinálni, hogy a Trisztánia 3D weboldalon csak a hangos könyvvel fogják elfoglalni az egész tárhelyet. Ja, tudod, igazából felrakhatjuk. Na, itt lefordítom angolról, legyen mint oroszra, és akkor oroszról lefordítjuk. De a hangunkat uncompressed formátumban, hogy Ákosnak a... tárhely költségei az egekbe szálljanak. Hát túl jól fordítja le így, és lehet, hogy még olaszor lekéne. Igen, amikor túl nehéz a menés, akkor mondjuk a HAC-t, és akkor nagyon, nagyon jó. Baszki. Portugálról, magyarra. Portugálról, magyarra. Hát túl jól fordítva. Nem, hát nem flak, hát nem szabad kompresszelni, hát azért valami DSD-be. Tudod, hogy minél több tárhelyet foglaljon el. Úgy
Az egy perc minimum 150 mega legyen az audiobookból. És ugye kedves reaktor betett nekünk egy DOSBox config file-t, meg egy 2x7-es DOSBox installt. Nem ment az üzeneted? Nem, szerintem nem. Várjál. Ja, csak a másik. Izén nem látszódik a stream chaten. Baznak az Afrika sötét titkai, az nincs ilyen vaskos manuál. De már az is 70 oldal egyébként. Van. És lefordítottam törökről románra. Csak a stream chat az, nem, az le van filterelve azért a... Túl jó. Várjál csak. Mondjuk már nem tudok vele sok mindent csinálni, mert gondolom más chat üzenet is föl volt vele izélve. Fogva. Mindegy, a streamen izé. De ez kettő. Mi? De ez kettő. Hát igen, ez 120 oldal. Hát meg A4-es oldal, az meg A5-ös. Bizé. Ezt majd fölrakjuk, teszünk alá ilyen nagyon nyugodt zenét, tudod, ilyen tábortű, vagy ilyen kandalló melletti lágy zenét. Az. Ezért megnéztük a Scarlet Gothicát? Nem. Pont egyébként azt a weboldalt nézem. Várjunk, Scarlet Gothicon Deviant tartott. Lehet, hogy több artot találom, mert itt konkrétan alig van valami izé. Oly, te biografi. Tényleg egy élő asszony, aki... élő az. Tényleg jókat. Tehát ez legalább egy... Tehát a Heavy Troopers-el ellentétben ez a személy létezik. Igen. És egyébként úgy tűnik, hogy talán itt valami olyasmit írt, hogy 2006 óta... Jár oktatási intézményekben, meg talán van extra skill-je. Milyen kiderül. Hol is kell ezt használni? Gallery? Lol, ezeket ő rajzolta. Kurva jó. Gondolom. Várjunk, all. 44 oldalnyi. Hát gondolom, hogy ezt akkor mind ő rajzolta, de ha rányomunk... Ja. Ja, szóval ezeket ő rajzolja. Nem szar. Hát látszódik, hogy valaki a Triszenia 3D után fölnőtt és elkezdett extra artworkot csinálni. Ezekben a grafikákban volt. Figyelj, egyébként a grafika maga a játékban nem rossz, és így nem tudok többet mondani sajnos. Elmegy. Nem rossz, csak úgy van felhasználva, hogy már szemirritációt kapsz a végére, már akármennyire is, jó meg minden. Mind piros. Vagy hát még azért gondolkozok, hogy lehetne a sztoriba valahogy így beintegrálni a játékot is, hogy mondjuk elindított, jó, ott van az előtörténet, hogy került Einár Moana a level 1-re, akkor onnantól meg leírod neki, hogy hát elindultam a folyosó egyik irányába, de nem találtam semmit. Nincs is folyosó. Aztán az első pályán. Valamelyik a katedrálisban, és már végképp legnagyobb elkeseredésemben egy üveg abszintért nyúltam volna, amikor rájöttem, hogy véletlenül hogy nem hozzám került a piros kulcs, amire szükségem volt. Hogy hol vettem föl, az Isten tudja. De várja most ilyen Triszania 3D végigjátszás fanfiket akarsz írni? Nem, hogy... ilyen lore szempontjából, tehát hogy valahogy így beletenni egy-két, én ez nem fogalm nincs, az keci, ez hány oldal, meg ez 120 oldal a sztori, ezt egyszer nem olvastam még. Ha valakinek van kedve írnia a Triszenia 3D végigjátszásunkból egy fanfiket, akkor azt is felolvassuk. Mit szólsz ehhez az ajánlathoz, ezt így felajánljuk valakinek? Persze, a bevétel, ha meg eladjuk a bevételekből, pedig összedobunk egy eredeti jogtiszta Windows 10-re neki. Meg valami videóvágóra. Megveszük neki, nem tudom, megveszük neki a legújabb Magix Vegas Pro-t. Én megvágnám a videóit szívesen, csak hát nem akarja. Nem, hát mondom, meg kell venni Magix Vegas Pro, menj a mostani árazás. De most már subscription-based,
Most már nem lehet. Várj, Perpetual, az izé, az... Ja, várja, hogy van a Vegasnak Perpetual license-e? De ez... Hogy jön ki ez? Hogy 2 évre megveszed a Perpetual license olcsóbb, mint 2 évre? Ez hogy jött ki? Ez nem kicsit szar nekik? Mondjuk jó, hogy van Perpetual license, szóval akkor igazából ennyit kéne összehozni nekünk izéből. Várjunk. Ja, a videó, a kreatív standard for, gondolom ez amit mi használtunk régen, mert most már kurvára nem tudom, hogy melyik akar lenni ezért. Vegas Pro. Várjunk, edit, ja, az a Vegas Pro. Akkor igen, akkor annyiszor el kell adnunk a könyvet, hogy legyen $200, szóval 3 millió forint bevétel. Alternatív módon még mindig le tudod pirate-elni mindegyiket. Még az izé. A Windows 10 kulcsa mellé kap egy pirate-ölt Vegas. Jaj. Hogyha annyi pénzem jön össze. Ami a Windows is kurva drága. Az is mennyi? 110-150 euró egy Windows 10? Hát annyi, igen. Hát annyit se hoznánk össze. Tudod. Karácsonykor faternak mennyi vettek? 30, ez egy MediaMarktban van, nem 30 ezer volt. De amúgy megvettük valami 15-ért, fasz tudja már. De egyszer kell megvenni, csak aztán... Persze, persze. Jó egy pár évig. Legjobb az én a Tesco-s kioszkon a Activate Windows logó. A DaVinci Resolve az, de ingyenes, csak annyi, be kell, hogy regisztrálni kell, vagy valami ilyesmi. Ja. De hát ez nem egy movie maker. Igaz. Miért nem, hallod? Miért nem veszünk neki egy 3D Movie Maker-t? 3D Movie Maker-be rakna össze facecomot magának, üzével, valami bootleg összemodellel tizével, vagy összerigelt modellel magáról reaktorról, és akkor azzal összerakna egy szobát benne, és akkor azzal nyomná a facecomos contentet. Megcsinálod ilyen, a webcam az egy ilyen, minek hívek lenni, ilyen AI generált kép róla, hogy ezt az egy képet így mozgat, megírja ChatGPT a szövegét, AI összevágja random a videót. Nem ugyannyi. Hát jó, azért szétmémeljük ezt az egészet, de jó. Figyelj, én benne vagyok egyszer, hogyha még akarunk ilyen elvetemű dolgot ezzel kapcsolatban csinálni, hogy felolvassuk mind a két könyvet, az egyiket te, másikat én, vagy valami. Magyarra lefordítózva, audiobookot csinálunk belőle. Ja, az egész. Beküldjük a bizének, melyik a de magyar... Mondjuk, tehát, hogyha mondjuk videót csinálsz, akkor lehet, hogy kéne a fordított szöveg is hozzá, viszont ezt összevágni, ez nagy effort. Nem. Hát csak nekünk itt lenne egy text. Nem, mondom, csak audiobook, hangfájt, csak hangfájt töltenénk fel. Audiobookként. De a 3D Movie Maker aztán az open source lett. Hát az neki tökéletes, de mondjuk, ja, hát a 3D Movie Maker-t, az, mondom, abba bele is kéne rakni egy reaktor modellt. Ja, csináltunk egy ilyen hangos. Ez a kedvencem egyébként az egész manuálból, az official manuálból, a működési manuálból. Hogy ad random példát arra, hogy mi a mappa szerkezeted, és akkor ha ez a mappa szerkezeted, akkor így indítsd el a játékot, így. Ja. Például a Tristanit írsz, az nem lesz jó. Az nem lesz jó. Jaj. Szóval így... De ez jó, az a honlap, ez jó lett. Ja, meg itt a Wolf 3D-s mouse look strafe fel, hogyha valaki nagyon szeretné és könnyíteni akarna egy kicsit a dolgán, akkor annyi. Már akkor... csak egy eszét, egy Defend Reloaded-nek a linkje kell hozzá, aztán működik az még annyiból. Hát, ja. Ja, egy DOSBox SVN DOM, vagy egy Defend Reloaded, az nem ártana ide, ha tényleg valaki akarna játszani ezzel, de mivel úgyse akar senki sem játszani, ezért el is lehet felejteni a dolgot, szerintem. Megcsináld ilyen konyhakész változatba, rarba az egészet. Hallod, boot szektorról indulós Tristania 3D, olyat kéne. Ja,
Mit szeretnénk te, Windows 10-et vagy Tristania? Hallod olyan vírus csinálni, hogy elindulna a Tristania 3D, és akkor unlokolom a pályaidat, ha megcsinálod a 26. pályáig a végigjátszást normál fokozaton. Abban van 10 mentés, vagy mennyi. Figyelj, itt tudsz edzeni a speedrunra, mindig csak akkor indul el a Windows, hogyha megcsinálsz egy pályát az adott part-time alatt. Bazd meg! Hát hallod, akkor soha többet nem használok gépet. Első pálya után soha többet nem használom a gépemet. Hát egy idő után már izé kis újból menne. Bazd meg. Mennyire szeretnéd használni a gépedet? Jaj. De na, ez jó kis izé. Tristania. Ja, meg lehet csinálni igazából. Majd még kitalálunk ezzel valamit, de hát basszus. Kis hangefektekkel fűszerezni akár néha. Az már megint túl sok effort. Tudom, az jó lenne. Mi megcsináljuk az alapot, és aztán valaki tovább dolgozza, mint a Gogus Zelkris izé. Vizéri, azt vágod, nem? Fogalom nincs ki kezek. Nem vágod? Az a lényeg, hogy a Zelkris, az Zelkris se vágod így még ennyiből se? Fogalom nincs ki az életemben. Magyar youtuber, és régen ilyen 13-14-be csinált ilyen trash YouTube kontentet, és akkor aztán 18-ba vagy 19-be volt a... egy olyan videó, hogy kiment Tomorrowlandra, és ebből csinált egy 50 perces motivációs videót, és ez a Gogu nevű srác annyira szétlent mémelve a videó, hogy leírta a videónak a szövegét, felolvasta, csináltak egy, és valaki más összevágta az eredeti videót a szinkron felolvasott változattal, és onnantól kezdve olyan szinten elborult az egész dolog, verjénk lehet inkább. Így nyitok egy youtube.com-ot, hogy ne... Tomorrowlanden mit motivál, hogy mennyi drogot szedjél, vagy mi? Nem, hanem, hogy ő kijutott, és hogy hogy álmok, a fő lényeg az volt a videók, hogy álmok léteznek. És hogy várj. Tudiféle halat is főzött. De a gasztrognóm konyhája. Cseréljétek le a játékzenét a két kézikönyv hangos felolvasására. Na jó. Szóval itt van az eredeti videó Zelkristől, és van rajta valami 57 ezer megtekintés, és akkor aztán annyira elfajultak a dolgok, hogy ebben az évben augusztus 1-e a Zelkriszt nap, és a Gogo az augusztus 1-én elkezdett streamelni, és hogyha rákeresünk a csatornájára most, még mindig augusztus 1-én kezdett el streamelni. Várjunk, most már nem megy. Most lőtte le. Vagy valamikor. De nem, miért lőtte le? Mindegy, az a lényeg, hogy még igazából még most is megy a stream, mert ilyen szabaton volt, tudod, ilyen 200 forint per perces szabaton. És augusztus 1-e óta megy, és úgy képzeld el, hogy annyiféle változat van ebből a videóból, hogy nem is tudom. Zekris emlék Tomorrowland, de VHS-e vette fel. Google fordította, akkor kaputelefonnal, várjunk, néma filmet is csináltak belőle, Zekri szemét Tomorrowlandre, de közben Uzsajné pésirít a felvilágosít, hogy káros, amit csinálunk, és 2 órás videó, és konkrétan az előadás megy. Ja, Zekri szemét Tomorrowlandre, de felismeri az automárkákat, mert amikor leszáll a repülőről, akkor van egy Toyota a repülőtéren, és akkor azt mondja, mi ez Lambo, nem Toyota, és így az egyetlen egy edit ebben a videóban, hogy áteditelték, hogy tudta az automárkát. Ami releváns videóváltozat az, hogy Sodi elmegy Tomorrowlandre. Úgy képzeld el, hogy megcsinálták, hogy Sodi videó footage-el és Sodi AI hanggal rekreálták az egész videót. Az igen. Ja, és amikor ilyen koncertfelvétel megy, akkor meg kicserélt ilyenre, hogy Herbie random zenére táncol, amit Sodi AI voice-szal zenél, vagy vizé. Deadbe. De nagy mém lett. Várjál, ez a kedvencem, ezt még megmutatom aztán.
aztán elengedem a témát, mert itt lehetnénk egész nap. Most így tettem be neked hangot. Ez, hogy Herbie tereget, és akkor ezért Majka belehalok, amit Sodi énekel. Én így mondom, ezt meghallottam, én nem mondom, mind kész vagyok. Figyelj, AI-jal meg tudnánk csinálni azt is, hogy mondjuk izé reaktor olvassa fel a Google fordítós Story of Tristania-t? Vagy az fizetős téma? Szerintem meg tudjuk csinálni. Nem tudom, hogy működnek, de... Szerintem meg tudjuk csinálni, az az igazság. Ő énekli mondjuk a Lost Control-t, a Heavy Troopers-t. De nem, de tényleg akkor már csinálnak azt, hogy ő olvassa fel, tényleg akkor már... De nem, ezek az AI-ok hogy működnek amúgy? Ez ilyen... úgy, hogy küldesz be neki szempülöket, és akkor onnantól kezdve szintetizálni tudja. Amit te beírsz, azt felolvasod. Amit te beírsz, igen, azt felolvasod, igen. Tudsz ilyen oldalt? Mert ezt kipróbálom. Én nem tudok, mert én nem próbálkoztam ezzel soha, talán Ákos tud. Te mi ez? AI Vocal Generator, és akkor text-to-speech software beírod azért. Videóból kivágjuk. Ez talán akkor már saját engine-t érdemes futtatni, hogy nem ilyen weboldalra összehokézni, mert nem tudom, hogy azok hogy működnek, meg ott lehet, hogy fizetni kell érte. Nem vágom, az a baj. A Tivárik csináltak tutoriát, hát akkor beírom, hogy Tivári AI voice, aztán ha nem adja ki, akkor mérges leszek. Hát nem adta ki. Na, de VR. És rögtön a retardment dobja be. Boulevard of Broken Dreams, VR Pist és Nessai. A retardment csatornát ismered? Azon is van még olyan content, hogy... Hú, bedd meg. Szerencsére ez nem megy rá a VOD-ra, szóval hallgathatunk itt bármilyen copyrightos tartalmat. Na, még nem tudom, hogy YouTube-on van-e VOD track, na mindegy. Tud valaki ilyen AI-ezét, ezt szóljon, ezt kipróbálom. Jajjaj. A izét azt te láttad, amikor a te szerveredre bekült a Spikey, a Michael Jackson még nem veszíthetek AI covert. Aha. Az a legdurvább, amit hallottam így eddig. Itt van, így cseréled le bárki hangját. Kösz Ákos a linket. Rengeteg AI covert küldtetek Pisti és Sani hangjával, mint például ezt. Éjjel a macska köves utakon. és rögtön retardment videóval. És az én személyes kedvencem. Utána jártunk, hogy mégis miképpen lehet egy ember hangját átalakítani egy másik ember hangját. És most megnézzünk egy negyedórás videót erről közösen. A zene mellett milyen más területeken alkalmazható még ez a technológia. Ebben a tesztünkben a SoftSCC programot használtuk. Annak is a... Találom, hogy működik, csak van weboldal címet adjátok. Ebben a tesztünkben a SoftSCC programot használtuk. Annak is a... Itt van, ez a SoftSCC. Változatát, amely GitHub-on ingyenesen letölthető. Először is gyűjtenünk kell minden háttérzatomentes beszéd és vagy ének hangokat. Attól az adott hát ugye az a kérdés, hogy mennyire szemeteltette le reaktor a videóit AI azért, háttérzenével, meg háttérzaja, mert ezeknek tiszta felvétel. Általában az intrók után hallgat a zene, és van olyan, hogy csak a... Ja, tényleg például most az Airball videó eszembe jutott, ott tényleg csak ő magába beszél, szóval, ja. És mi a weboldal, Sovi? Mindjárt. Ha be van téve. Persze, hogy nincs betéve. GitHub-on van fönn. Sovitz SVC fork. Mindjárt megkeresem neked, izé. Sovitz SVC fork. A Singing Voice Conversion Fork. Ja, most addigra már Ákos is elküldte, de mindig. Elküldtem. Oh, nice. So vicc, oké. Okay. És akkor ez... És akkor ennyi lehet... Pitches not available. Real-time voice conversation. Ez a... Csinálsz reaktorból magadnak egy ilyen személyes terapeutát, akivel tudsz beszélgetni. Bro, ez ennyi. Targézi, ezekhez nem értek. Non any VHL. De itt van egy klikkes insta, botfight.
Ott van egy option egy. Bementem a izékbe, a release-be, valószínűleg az lett a baj. Oké, okay, nice. Fú, baszánk. Erre kíváncsi leszek. Na én ezzel most akkor elszórakozok, hogy beküldök valami fasságot pralágba, aztán... Mert egy ilyen szempőt megcsinálunk, és akkor hát ezt nagyon szét lehet mémelni majd. Ez nagyon szép. Vagy ha csinálok egy következő bemutatómat, úgy kezdem, hogy ezzel a hanggal. Sziasztok, srácok! Vagy egy egész videót. Azt mondja, a Power of Destruction-t, vagy valamit. Újra. Vagy te is bemutathatnád az Amazing Spider-Man-t lopott footage-el. Yeah. Vagy Hello Kitty Roller Rescue, nem tudom. Várjunk. DJ Mixekbe kis sodit. Ai sodit. A másodiknak a te videódat adja fel az interjút. Legnézettebb. Legnézettebb, legtartalom. Ja, főleg ugye a régebbi első évados videóiban tuti úgy van, hogy nincs zene alattam, úgy egyáltalán nincs. Bemutatod a Mars Taxit, de nem azt a Mars Taxit, amivel Freddy játszott, hanem ez a kétdimenziós Mars Taxi, amit random talált a reaktor. Másik. Szerintem, hogy Barát Péter megjelenjen komment. Egy Barát Péter megjelenjen személyesen. Lali, hát a Wolfenstein 3D-t kell bemutatni reaktor hanggal. Egyébként miért csinált 12 videót a Wolfenstein 3D-ről? De ez nem is a... De várjunk, ez lila fal, ez nem is az eredet, ez a... Spirof, mi a fene? És már, ahogy ez kell, ugye? A lila fal az nem az eredeti Wolfenstein 3D, az az ezé. End of Destiny, vagy mi a fene. Tristania 3D-t nem fogja senki se bemutatni a világon, mert egyszerűen nem lesz. Nem lehet. Nincs senkinek olyan idegzete, hogy végigjátsz a játékot még egyszer. Mert most egy végigjátszásból az a szerencse, hogy föl van véve, szóval talán végig tudnám nézni, de így is footage-et így scrape-elni kéne a streamből, ami low-res, szóval ilyen fos minőségű végigjátszás, vagy végigjátszás elemzés lenne. Mondjuk akkor csinálnám azt, hogy berakom 360p-ra a videót, és akkor nem tűnik föl. Várj, ez 2,6 giga ez a cucc, amit letölt. Az igen. Két. Hát akkor ezt nem ma fogom letölteni, mert ilyenkor bemegyük szedi izé. Jó, az. Behagyom. Tudod, mit kéne bemutatnod? A... Tony Tankton. Várjál, nem a Tony Tankton volt az, hogy az nem is létezik, vagy valami izé? Vagy... Volt hogy valami játék, amit bemutatott, hogy ez nem is létezik igazából, hanem... Nem tudom, volt valamilyen, már nem tudom. Ami nem is létezik igazából. Volt valami ilyen. Mondjuk ezt a Tony Tanktopot biztosan nem lehet letölteni, az fix. Nem tudom, most valami eszembe jutott, amikor még néztem. Lehet megcsinálom ez egyik legrövidebb bemutatómat, hogy a minigames-et ez az ő hangjával. Jó. De azt vágod egyébként, hogy a reaktornak van egy Superplex map pakja? Ja, a Superplex 2, ez meg is van még valahol a gépemen. Neked az megvan? Ja. De hogy azt tudod, hogy azért fizetni kellett volna? Nem, fogom. Nézd csak. Ezt figyeld. Ja, ez a legjobb. Figyelj, Superplex 2, The Master Computer Level 95. A Superplex 2 Master Computer nevű játékom negyedik pályája. Itt van. A játékot én készítettem 2007-ben, az én tulajdonomat képzés előzetes egyeztetés után megvásárolható. A játékban mutató DVD-ken extraként fent van ingyen. Egyébként VHS-en ad kézét? Játékban mutatókat? Mennyit kér el egyébként ezekért a DVD-kért, vagy egyáltalán még lehet venni tőle? Az fent, a gyakran ismételt kérdésekből, a blogján fent van. Azt hiszem, ami 4 vagy 5 ezer forint volt annó.
Az egész, vagy egy évad? Egy. Egy. Bazd meg. Per DVD. Per DVD. Hát hallod, hogyha nem díszdobozba aláírással együtt ráköpve adná oda, hát ne, átverve érezném magamat. Hát szerintem még akkor sem. Akkor sem érni meg. Reaktor. Várjunk. Tristania 3D. Na, itt van a Lambda Team. Gyakori kérdések. DVD. Ide tudnád adni az XY nevű játékot ilyenbe, csak akkor tudok segíteni, az a játék régi fajta, doszos vagy ingyenes. Boltban árusított CD-s és DVD-s játékok megszerzésében nem hiszem, hogy tudok segíteni. 1500 forint. 1500 forint. 1500, rosszul emlékeztem akkor. Figyelj, hallod, most megveszem. Nice, írjanak, hogy van-e még. Azoknak javasolt, akik olyan helyen is nézni kívánják a videóimat, ahol nincs internet. Hol? Ja. Tanya közepén? Nem, vagy nem, hol? 2007. Utánvétellel elküldöm a DVD-ket. Amíg nem tudom boltokba dugni a sorozatomat, és nem lesz a közelemben, sajnos nincs más módja. Képzeld, de bemész ilyen 2010 környékén, cirka 2010 a Tesco-ba, és így ott van a Reaktornak a Game Over Series, vagy nem is tudom, mi volt a neve pontosan. Ja, 99 fontos DVD-k mellett, 1500-ért. Ja, meg azért a Lambda Team-en milyen videókat rakott be, hogy ezért csávókkal ez van a helyről, és összetöri magát, meg lány beleesik a forró lávába. Szia, 6000 megtekintés, és akkor azért alatta megy a sírás, hogy gyere vissza, Reaktor! Belinkelték az eredeti videót, ahol csak víz volt a láva helyett. Egyébként nézd már meg, Wolfenstein Christmas Eve, és pontosan ugyanaz a fegyver, ami a Tristania 3D-ben van. Az Tristania 3D, szóval arra nem tudom mondani semmit. De ott van egy Heavy Troopers dal is, a Ballistics. Na, meghallgassuk. Ami Captain Cyrus valami, nem is tudom. De ott van, Captain Cocktail Cyrus. YouTube elkezdte berakni, tudod, a zenéket, akkor így lebukás. Ja. Alatt ott van, hogy izé, mi volt az, hogy... Jó ez a zene. Bár ez inkább acid techno kategória. Dwarf 21-es kérdés. Várjam. Hát hiszem, hogy messzi. Jaj. Draktor és én videóimat plusi nézd meg, és zomiz, nem baj, ha negatív. Zomiz. Önképző. 2300 sub, no video. Önképző. Ja igen, ugye itt van egy kis lore, hogy Curtis konkrétan az egyik Superplex zene alá, vagy na, hogy a Curtis, vagy több éven keresztül keresett itt az egyik Superplex zene alatt, vagy videója alatt egy zenét. Nem is tudom, melyik volt az. Ha meg tud mondani melyik, akkor meg tudjuk gyorsan nézni, melyik vannak a Superplex videók, úgy látom. Várjunk, Surface Tension talán az volt az. Egyébként Surface Tension az meg izéje. Nem ez volt. 91, valami magas. Zene. Nem ez volt egyébként. Lot Control, 9000 nektek. Tunnel szóra. Tunnel. Ez. Ez volt, amit a Curtis... Nem tudom, hogy emlékszel ezt egyszer Curtisbe, és küldte, hogy keresi ezt a zenét. Aha. Aztán így... hónapokkal később meglett. Igen, mert... Már engem is érdekelt, aztán beküldtem, nem tudom, hogy a Vadzat szongot ismered-e. Van egy ilyen weboldal, ahol be tudsz küldeni szempülöket, és így emberek kitalálják neked a zenét. És konkrétan beküldtem, és 20 percre rá valaki be is küldte, hogy mi az a zene. Szóval így, Curtisnek egy több éves rejtét fejtettünk meg, mert nem is tudom, talán nem itt kérdezted, de valahol már megkérdezted tőle, és nem írta meg a válasz, hogy valami ilyesmit mondott Curtis, már nem tudom, hogy pontosan hogy volt. Superplex.
Szóval így, így. Érdekes dolgok vannak itt. A játékban a hang meg PC speaker. Hát figyelj! Az ne zavarjon senkit, szóval amikor elindítod a játékot, kiderül, hogy nincsenek ott a zenék, így úristen, így hatalmas 2.0 pillanat konkrétan. Amikor így megveszed tőle a játékot, és így nincs benne a zene, amit betesz a videója alá. Na. Hát nem tudom, még van valami, amit ki akarunk vesézni ebből a dolog. De egyébként miért van a rossz PC játékok itt megemlítve? Így. Hát ez még ilyen blogpontus. Ezt itt még ki akarjuk vesézni, ezt a szöveget? Ezt a kicsit? Hát... Vagy már inkább engedjük-e? Szerintem ugyanaz van benne, hogy... Hát itt van, hogy 2003-ra nyúlik vissza. A Vips az lelépett, és akkor mindenki még vett egy Hot Topic-os chokert, még vagdosta magát. Nem, hát itt vagy 2003-ban találkozott egy dárgott lányjal, és rögtön egymásba szerettek, és nem tartott örökké, és ő ismertette meg vele a Tristani együttest. És hogy akkor tett egy ígéretet, hogy készít egy számítógépes játékot a kedvenc együtteséről. Hát, az ő nevét is kirakta Dűne 2000-ben katonákból. Hát, remélem. Ez a Dark Goat élesztőjük, az amikor állsz a sorba, és akkor bejön egy ilyen ember a boltba, és akkor még nézett, hát ez van, vagy 35 éves, akkor ilyen festett minden, és úgy elgondolkozol, hogy miért? Mi történt? What happened? Egy fejlesztett Wolf 3D motort használ. Már nekem sincs kedvem ezeket a szarokat olvasni. Az az igazság. Nekem nem sokára lejön a izé. Meglepően gyorsan le már izé. 2,3 gigabyte lenn is van. Valamit összerakok AI-jel, aztán lesz valami. Ha van valakinek ötlete még, hogy mit lehetne így az AI hanggal csinálni, ez gondolom valami... Hát itt egy fullos Heavy Troopers albumot. Ja, vagy valami ízé van, ami Goat zenét, tényleg van, vagy Ossian, vagy... Ossian, acélszív, izé. Acélszív, bioreaktor, jajjajjaj. Bioreaktor, bassz meg. Szét adom. Ja, volt még ízé, 2010-es Jesnos reaktor interjú, állítok velem is csináltak valami interjút, arra már nem emlékszem. Meg egyébként, ha akarsz nagyon bizarrt hallgatni, ez mondjuk most nem reaktoros, de ha akarsz nagyon bizarr dolgot hallgatni, akkor keresd meg a Game Császár interjúját, amit velem csinált, az kegyetlen bazzeg. Mi történtek? Hát ez úgy nézett ki, hogy én, amikor csinálták velem az interjút, akkor egy ilyen USB-stickes modemmel, ilyen wifi-s modemmel loptam a netet a fölöttünk lévő szomszédtól, tehát a hangminőség az valami, ami kegyetlen borzalmas. Tehát alapból kegyetlen borzalmas. Meg ja, a vége felé kicsit elkezdett borulni a világ, úgyhogy inkább leléptem. Azt mondtam nekik, hogy megszakadt a net, de közben nem bírtam tovább beszélni, meg koncentrálni. De egyébként magamnak a hangminőség miatt. Aha. Érdemes. Game Császár csinálta. Game Császár. Azt majd én is meg akarom keresni magamnak, mert nagyon-nagyon rég volt. Ha még fent van. Szóval mindjárt. Fura, mert más izén van, más név alatt jön, de azt hiszem ő volt. Volt, hogy gamechassar.blog.hu, nem lehet, hogy ott megvan. Megnyitottam én is, de... Egyéb. Lehet, hogy le is törölték azóta a fasz, hogy... Ez 2010-20-ban volt valamikor.
Jó, hogy ez nem is, jó, hogy ez nem is olyan régi. Azt hittem, hogy ez valami nagyon régi dolog, hogy azért, hogy... Nem, nem. Hogy... Épp ezért kibaszott vicces per kínos. De most a másik ember is. Ha megtalálom, majd belinkelem. Jó, az is egy kis content. Hú, de hát, hogyha ezzel elkezdünk valamit csinálni, ez a reaktor AI volt, szóval. Jaj, az már... Nagyon durva lejtőn tud elindulni a tartalomgyártás. Hát ez olyan kapukat nyit meg. Csak a kérdés, mennyire fog működni, de megteszem a tőlem tellet. Fog az működni. Hát sok, nagyon sok szempől. Ha nagyon sok szempőt adsz neki, és találsz nagyon sok jó szempőt, akkor jó fog működni. Fú. Hát, remélhetőleg. Ah, de ha nincs meg az interjú, az nagyon kár, mert... Hú, ez nagyon, nagyon fura volt. Hiszem. Csináljunk ilyen valami lezáró kis final verdict. Bár lehet, hogy itt kamerára átváltok, csak kamerára. Várjunk. Hát ugye én elmondtam a véleményemet a játékról, hogy mi a helyzet, vagy miért nem tetszett a Tristania 3D, de ha neked más a véleményed, vagy hasonló, tett hozzá te is a... Ja, hát nem is tudom, azért engem az is zavar, azért zavar az, hogy azt mond, hogy ugye, hogy összelopott a content, csak is azért zavar, mert ugye úgy próbálja nagyon, de annyira próbálja beállítani, hogy ezt ő csinálta, mint a Heavy Troopers is. Hogy ha most, érted, összerakott volna egy játékot, innen-onnan összeszedte volna a dolgait, és jó, nem lehet nagyon baj vele, érted? De most lehet, hogy pár embernek szúrná a szemét, de egyébként meg egy élvezhető játék lenne. De az, hogy össze van lopva az egész, rengeteg segítséget kérsz, mert igazából csak egy ideas man vagy, szóval csak az ötleteket adod, és semmi technikai háttered nincs, és akkor erre megpróbálsz felépíteni a játékot, ami igazából az lesz, hogy megfogod a Spear End of Destiny-t, és áttákolod az egészet kb. És akkor random crash-el a játék, mert már olyan szinten széttákoltad, hogy már nem bírja el a motor. Nem élvezhető igazából, szóval... Hát Nem a legjobb motor alá lett készítve. Igen, már akkoriban elég szépen lehetett volna dummodolni, és akkor is nem kellett volna akkor is akkor is simán el lehetett volna lenni a úgymond két dimenzióban, hogy nem volt még akkor 3D floor meg ilyen szarakodás esetleg. Hanem csak simán egy Doom style mapot csinál, és felül nem csinálhatta azt is, csinálta volna, érted, azt is úgy, mint Wolfenstein 3D-be, hogy mindig ugyanaz a plafon magasság van mindenhol, szóval nem csinál bele semmi magasságot, meg mélységet, meg izé. Mert egy Doom motoron sokkal jobb lenne, azt most elindítanád egy source porttal, föl lenne skálázva, valamennyire működne, nem az, hogy ez a szarakodás, ez a tömérdek mennyiségű szarakodás. Meg az, hogy olyan szinten túl van nehezítve a játék, hogy nem élvezetes. Szóval az, hogy easy fokozaton játszottam, ugye, és akkor látod azokat a rakétás kis tornyokat, amik ott állnak. Hogy ilyen 30 lőszert elfogyaszt, és akkor, hogyha nincs táskád, akkor 100, nem. De ha nincs táskád, akkor 100 lőszered van. És akkor ezt így hogy menedzseled be, amikor ott van 6 egymás mellett, és akkor ott kéne neked tovább menni, mert ott az ajtó mögötte. Így egyszerűen nincs átgondolva a pályadizájn abból a szempontból, hogy balanszolva legyen a játék. Valahogy ki tudtam balanszolni, ugye, amikor játszottam, azért láttad, hogy meg tudtam csinálni, de az utolsó pályán, a legvégén, a nagy encountert igazából átfutottam, mert se HP-m, se nagyon lőszerem nem volt erre a dologra, meg ja, így... Egyszerűen nem lehetett volna elintézni rendesen azt a... Főleg úgy, hogy ugye egy 3-4 pályával előtte ugye elvett az összes fegyveremet, szóval nem is volt nagyon fegyverem. Meg nem működik például a rakéta, vagy nem működik. Ott van, nagyon szépen ott van, hogy 12 rakétám van, 6 rakéta kell egy nagy ellenfélbe.
egyszerűen... Nem volt tesztelve. Igen, nem az, hogy nem volt tesztelve, mert játszott vele a jó ember, csak ő úgy gondolta, hogy ez jó. Szóval, hát, hogy így... A tesztelés az... Ő játszott vele, meg megkérte két embert, aki még szóba áll vele, az még nem tesztelés. Tehát itt én is csinálnék egy játékot, odaadnám, mint olyan 15 embernek, lehet, hogy még az se lenne elég, mert hát mindenkinek másra izéje. De igen. Hogyha 15 emberből 15 vagy 10 azt mondja, hogy figyelj, nem volt rossz, csak ezen meg ezen a részen itt kurva kevés lőszer volt, stb. De nem hiszem, hogy foglalkozott ezzel nagyon. Semmit. Igazából mindenki héter volt, aki akármi rosszat mondott az egész dologról, szóval így érted. De. Komoly balancing problémák vannak, nem tudom elképzelni, milyen a játék a többi nehézségen. De várjunk, ezt most gyors megnézem a saját izémet, szerintem legkönnyebben indítottuk el. Én arra emlékszem, hogy a legkönnyebb fokozaton indítottuk el. Szerintem is azt mondtuk az elején, gondolom, hogy ez hogy elég lesz. Az fog működni, így más nem fog működni. Az első stream 10 perc azzal telt, hogy néztük a manuált meg azért. Na, mindjárt kiderül. Ja, novice fokozaton a legegyszerűbb nehézséggel indítottam el. És így is az volt, hogy folyamatos safe scamming, szituációba úgy belemenné, egyszerűen nincs, meg ez, hogy de jó, adok neked egy berzerket, mert az át tudsz jutni a pályán, de egyébként meg át kell futni az egész pályán a berzerkel ahhoz, hogy megöld azt a két ellenfelet, akihez jó az a pick-up. Meg egyébként azt nem tudom, hogy nem futottam bele egyetlen egy secret pályába se, meg super secretbe. Azokat hogy kell megtalálni? Egyszerűen a secret is annyira tele van, a legjobb talán ez, hogy annyira tele van fosva a játék mindennel, hogy minden is akar lenni egyszerre. Abból a szempontból, hogy minden is legyen benne. Mondd? Nem, hát csak ez az, hogy ugye láttuk a Trisania 2-vel is, hogy mennyi mindent akar belepakolni egy gézidumos játékba. Hát igen. Ahhoz képest itt nem volt túl sok új feature, vagy stb. Tehát a legegetrengetőbb dolog az volt, hogy az utolsó pálya az ilyen megszakítás nélkül átalakul. Ja. Az utolsó előtti pálya vége átalakul, illetve hogy ott teljesen más kapsz, egy öröklőszer, meg egy új fegyvert kapsz. Ezen kívül nem volt benne túl sok játékmenetbeli változás, tehát maga a Wolf 3D motor ezt elég jelentősen lekorlátozza. Igen. Viszont néha a kevesebb több, én továbbra is csak azt tudom mondani, hogy pályadizájn teljesen kaotikus, tele van baszva mindennel, és emiatt, egyébként nem lenne rossz, tudom én, valaki szereti a Wolf 3D-t, és akkor itt van egy mod, ahol újabb fegyverek vannak, vagy itt olyan ilyen bizarr sztori van hozzá, még rendben is lenne, de végeredményben akármennyire tribute az egész, nem jó élmény vele játszani. Egyáltalán nem. Ez szerintem a legrosszabb benne, hogy nem. És ez az sem menti meg, tehát ha valaki iszonyat nagy Tristania fan, az sem fogja ezért végigvinni. Szerintem egyébként csak azért vannak végigjátszások a játékról, mert vannak olyan hardcore Wolf 3D fanok, akik minden TC-t végigjátszanak konkrétan. Szerintem csak azért van erről végigjátszás, nem azért, mert annyira akart valaki még egy Spirit of Destiny-t játszani. Hát ez ugyanaz, mint a Winthorpe's Mansion, vagy a Ringwrecker végigjátszás, hogy azért csinálsz belőle, mert nincsen. Igen. És úgy vagy vele, hogy oké, legyen. Szenvedjük végig, nézzük meg, mi egyáltalán a vége, mert egyszerű halandó azt nem fogja látni. Igen. Hát mondjuk, ha úgy nézzük, magyar végigjátszás most lett belőle, szóval... Ja. Vagy hát... képest egy magyar program, ha úgy veszük. Igen. Hát... Ja. Tudod, ez sok minden követett ahhoz, hogy senki nem akarta egyáltalán megpróbálni a végigjátszását. Ja, pedig azért reklámozta rendesen, de hát senki nem volt eddig. És hát 2012, 10-ben jött ki, hát 13 év után magyar végigjátszás. Ja. És az emiatt a játék miatt kapott börtönbüntetésében, hogy mennyi van hátra a Reaktornak?
Kevés, túl kevés. Szolgálatban van még. Meg majd még a Windows 10-et is be kell aktiválni. Ja, hát az nehezebb lesz. Úgyhogy nem tudom, elég keserű szájíz, hogy a játék maga után. Ja, de majd úgyis kapjuk az izét a fake accountoktól, hogy miért bántjuk. De szerintem egész normálisan megindokoltuk a dolgokat, nem azzal van a baj, hogy ő csinálta, hanem hogy... Ne, az totálisan nincs baj, hogy ő csinálta. Ez bárki csinálta volna így, és bárki ugyanígy eljátsza ezt a marketing kampányt, hogy úristen, saját játék, úristen, 6 évet csináltam, meg ez, hogy 6 évet csináltam, és hogy ez annyira, hát jó, az annyira nincs kijelentve, vagy ki emelve, de azért sok helyen meg van említve, és azért úgy tűnik, mintha az is egy eladási pontja lenne a játéknak, hogy úristen, milyen sokáig készült, aztán közben meg nem lehet eldönteni, hogy mekkora hányada a játéknak eredeti tartalom, és mekkora hányada csak átemelt máshonnan. Hát ezt amikor összenéztük az End of Destiny-vel, akkor mondtam a legelső pályán, hogy ez, ha nem is 100%-ig ugyanaz, de nagyon hasonlít. Nagyon hasonlít, igen. Nem lenne baj ez a projekte, ha nem lett volna ekkor az arc. Ja, hát... Nem tudom. Lehet, de akkor meg csak az lenne, hogy akkor meg csak csöndbe halt volna meg a játék, hogy ez szar. Ja. Szóval nem javított volna a játék minőségén. Na, ez hozzátartozik, hogy ugye amikor 2007-2008 környékén Reaktor hatalmasat ment, tehát mikor még vége is lett a rossz PC játékok sorozatnak 12-ben, még utána akkor is elég nagyot ment. Na igen, én ugye akkor néztem is, meg pont amikor itt abba hagyta azok a videók, meg ott valamennyivel vissza, talán egy évvel vissza azokat ott én folyamatosan néztem kb. Szóval, Simán néztem. Csak ugye az van, hogy ugye a akkoriban a legtöbb néző az nem feltétlen a videókészítővel egyidős volt, hanem ez a volt a videókészítő 20-23 éves, a nézők nagy része az a max 10-12. 18, de leginkább a 10-12. És amikor jött ez a hatalmas úgymond népszerűség neki, akkor ugye az akkori még eléggé tech analfabétának mondható emberek, mert mindannyian azok voltunk, annyi időskorban, azok úgy tekintettek rá, mint a messiásra. Ugye, úristen, van ez a Heavy Troopers is ugyanez a kategória, van ez az együttes, csak általa ismerik meg, és milyen kurva jó, hogy ez az ember megismertette velünk, tök jó, bármi infó kellett róla, kit kérdeztél meg, Reaktort. És akkor jött az, hogy csinálta a játékot, és akkor gondolom azt remélte, hogy ez is, tehát az emberek, a 12-14 évesek isszák minden szavamat, oké, akkor csinálok egy játékot, és bum. Lehet, hogy nem így volt. Ehhez meg kéne kérdezni őt. Vagy majd valamelyik altakontról válaszolj, tudod. Ja. Én próbáltam, tehát én annó megtettem a legtöbb, tehát ennél többet nem lehet tenni, hogy leutazol hozzá, és IRL megkérdezed. Igen, hát annál tényleg... Ennél többet nem lehet. nem is kell. Ez egy érdekes színfolt, és én azt mondom, hogy igazából az elmúlt, hát amióta van a Discord szerverem, vagy szerverünk körülbelül, azóta gyakorlatilag mi tartjuk életben ezt a mémet. Tehát amúgy a kutya nem beszélne róla. Hát nagyon-nagyon réteg tartalom lett az, hogy még mindig erről beszélgetünk. Hát ez egy ilyen érdekes rabbit hole. Figyelj, ez is a történelem része, csak hát igen, most mi vagyunk azok az emberek, akiknek most már talán lehet el kéne engedni a múltat. Hát, de egyébként megcsinált, tehát a Trisztáni 3D végjátszással szerintem ugye a Heavy Troopers is úgymond ki lett vesézve, vagy dibankolva. Vesézve, ja, a Trisztáni 3D az a főműve gyakorlatilag, az is dibankolva lett. Hát dibankolva lett kivesézve annyira nem, mert ahhoz mondom, az a baj, hogy én szerintem erről az egészről egy másfél-két órás dokumentárit lehetne csinálni YouTube-ra. Én gondolkoztam azon is, hogy igazából akárcsak Sodiról,
róla is lehetne egy ilyen... Simán. Mint a reaktor jelenség, hogy ez honnan indult, hol, mikor volt a csúcspont, hol tartott a különböző ilyen teóriák, vagy amit nem értünk, milyen konklúziót lehet levonni belőle, csak hát tényleg rétegtartalom a saját nézőimről tudok csak nyilatkozni, hogy nagy részük, akik újabbak, mondjuk az elmúlt 4-5 évben kezdték nézni, azoknak fogalmuk nincs róla, hogy ki az a reaktor. Igen. Hát nekem is azért kevesebb tudásom van róla, mert azért te voltál jobban benne, meg felnőttebb korban, ahhoz, hogy még föl is tudj fogni dolgokat ilyen szempontból, hogy mi történik a háttérben, meg hogy azért ezek a... Mert amikor én nézem a videókat, nem is volt a pókemberes videó, ugye, hogy ott van, talán én, ahogy emlékszem, ott van a legnagyobb allegation arra, hogy egyszerűen csak más volt a videót valahonnan, mert mindig a másik játékverzióból mutatta a tartalmat, és így ott csúcsosodott ki igazán, hogy potenciálisan nem is ő játszik a játékokkal, és ez így azonnantól kezdve ilyen lerombol minden elvárásodat, vagy hogy is mondjam, vagy ja, hogy akkor most mi is igazi? Hát figyelj, én ezt a teóriát még nem is hallottam, de most már... Nem hallottad? A videót. Nem, amikor kijött a videója, hiszem 2014-es az utolsó videó, én akkor azt még úgy néztem, azt hiszem a legutolsó, ott a Doom 2-es videóit néztem. Azt hiszem, amikor csinálta azért ezeket a Robinson Crusoe, ez a Object Finder játékokat, azt már nem néztem meg. Robinson Crusoe. Ja, Adventures of Robinson Crusoe. Egy másik. Ja, azokat persze nem néztem. De a Doom-osat végignéztem, talán. Hát erre kutya nem vitt. Hogyha megnézed a Spider-Man videót, hát most nem tudom mondani neked, hogy nézd végig az egészet, de egyébként úgy jönne át a legjobban abban a másfél órába, hogy folyamatosan váltogatja a játékverziókat, és úgy tűnik, mintha 6-szor végigjátszotta volna a játékot, de egyébként meg egy kurva szivatos játék, szóval szerintem egy normális ember örül neki, ha egyszer végigjátsz, szóval szerintem csak össze van máshol az egész videó, és alászinkronizált. A játékot azt vágom, azt még általános úgyiskoromban próbáltuk játszani, de tényleg brutális nehézség. Meg tényleg az, hogy milyen segnehéz az a játék, hát még ő is azt magyarázza, hogy milyen nehéz a játék, hát végigjátszotta volna kétszer, vagy kettő, vagy háromféle verziót mutat be. Na, azt pedig nem láttam, de ezek után megnézem. De nem tudom, hogy ez mennyire volt. Én se tudom már, de ez szerintem fura. Egyébként a te Discordodon röppent föl, mint beszélgetés tárgya. Mert én nekem onnan rémlik, és egyébként így visszagondolva tényleg teljesen jogos, mert most lenne a Triszelnia 3D-ból egy kínai verzió, ahol mondjuk van 3-mal több alappálya, meg 2-vel kevesebb secret pálya, meg van egy nem tudom, egy Soulsport verzió, ahol működik minden, akkor nem fogom mind a 3-at végigjátszani, hogyha ilyen kinkeservesen szar volt egy is. Hát akkor inkább nem csinálok róla videót, ha nem megy. Igen. Vagy csinálok róla egy videót, nem is tudom, mint Freddy csinált annak, hogy eddig jutottam a Ringrikerbe, szétbasz az ideg, és inkább hagyom. Ja. Itt most már beleérintettél abba a kicsit érdekes topikba, hogy ugye amikor Freddy megcsinált versenyjátékokról videókat, na hát azokat nem kellett volna nagyon megcsinálni. Vagy úgy lejött róla, ja. Hogy nem nagyon szeret versenyjátékokat játszani, és így például a Streets Racer, Maluk Racer, az nincs nagyon semmi baj. Így. Nem az első Maluk Racerre van probléma. Hát figyelj, igazából a Freddy-nél bevallottan írta, hogy egy teljesen átlagos hétköznapi játékos, tehát ő nincs annyira benne ezekbe a dolgokba. Ja, de hogy igen, csak hogy még a versenyjátékokhoz még annyira nem, mert egy átlagos játékos az jogos, mert nem kell mindig a legextrémebb szituációkat, most nem érted, nem egy speedrunnal fogsz bemutatni egy játékot. Hát, valószínűleg nem. Szóval az jogos, de hogy a versenyjátékokhoz még annyira nem értett, az ott egy kicsit előtte a dolgot, de ez is már csak retrospekt. Meg ott szerintem elfogadható a dolog, szóval.
Ja. Hát figyelj, szórakoztatási értéke van a videónak, szóval... Na, az persze, az még így is megvan. Meg hát azért adott neki népszerűséget például a maluk részének így is, szóval... Persze, nem lehet nagyon negatívan... Hát, fú... Ugye le voltam kint Lengyelországban a lengyel speedrun maratonon, hát ezek nyomják mindenféle maluk racer variánst, ugye tudod a maluk racer 2, és akkor abból rengeteg féle van. Nem, meg a 3 is azzal járt, vagy nem maluk racer, nem Bambino Rally 3. Az Bambino Rally 3, igen, ma földobta a soundtrackjét annak. Az de csináltunk is killával egy ilyen pernát annak idején, pernahajderkodás. Azt nem vágom. De ja, szóval a gyereknek egyébként az nagyon megy, és egyébként adom is, amikor ott kinyomtuk ezeket a szarokat. De ja, így. Hát ja, megvan ezeknek is a varázsa, tehát ez tagadhatatlan. Ja. Most Jim Tomit mondja chatben, hogy nem volt nagy gamer, amikor a hitben nem tudta a Rocky Jumpot. Igen, az ott föltűnt, de egyébként... Mivel Curtis elővette a hitet, és megmutatta, hogy kell betölteni meg ilyenek, mondjuk az nem is az a bonyolult, inkább csak az, hogy ott a hit, meg hogy nézzük már meg a rocket jumpáját. Kurva nehéz az a rocket jumpája. Én nem tudtam befejezni a rocket jumpáját a hitben. Próbálkoztam, és így... Ez fog. Meg a rifle jumping nekem egyszerűbben ment, mint Curtisnek, de olyan... elfuserált az egész, szóval még úgy is, hogy azért én vágom azokat a dolgokat, még úgy se egyszerű. Ja, viszont szerintem a Freddynek ez az úgymond, nem tudom, hogy mondjam, naivitása, vagy hogy annyira nem értett ezekhez a dolgokhoz, egy szempontból ez tök jó volt, mert full autentikusan átadta, igen, hogy igen, igen. Játék miért frusztráló. Nekem például akkor tehát egyszer végigjátszok egy játékot, és általában másodjára vagy harmadik végigjátszást szoktam rögzíteni, és ugye az elsőből tanulva már másodjára nem tudom ugyanazt átadni, hogy mennyire szopatos volt, hogy mennyire megszopattam magamat egy-egy részen, tehát örülnék neki, hogyha ennyire autentikus. Szerintem az inkább szórakoztatóbb, hogy odamész, és akkor teljes racionális gondolkodással megpróbálod csinálni, és nem megy. Igen, igen, igen. Hát, de ugye te meg az informatív review vagy, és nem az a... Ja, szóval, hogy te objektívan mutatod be játékot, ott meg kicsit annyiból volt egy kis szubjektivitás, hogy ő mit érez. Ja, tehát meg hogy mondjam, relatable volt teljesen, hogy téged is valószínűleg szétbaszna az ideg, hogyha nem lehetne átnyomni az átvezetőt, és 20-adjára is újra kell kezdeni. Igen, igen, igen. Teljesen autentikus, igen. Na ja, hát figyelj, ez 12 éves tartalom, gyakorlatilag 13 lassan. Durva belegondolni egyébként. Ja. Kemény. Van olyan ember, akinek sikerült. Élnek ilyenek. Hát... Ja. Na, akkor szerintem zárjuk le itt meg a éjféli óraütés előtt a tartalmat. Ezek a DVD extrák volt a rendezői változat. DVD extra, nem is tudom mennyi DVD extra volt ez most. Egy fél órányi DVD extra. Na majd, hogyha mi is csinálunk ezért DVD kiadást, a ZI Voice-os izékkel. 1500. Évadokkal. 1500 euró. Akkor extrába fölmegy a Trisztánia 3D supercut is, ilyen 15 perces partokba, vagy valami. Na, DVD menüvel. Egyértelműen. Na, úgyhogy hát én köszönöm, hogy itt voltál, ez nagy élmény volt, mert azért te jobban vágod a lort, meg te ott talán jobban ott voltál akkoriban, meg hát te tartalmat is gyártottál akkoriban, szóval ez... Ja, én köszönöm, hogy helyettem végigjátszottad ezt a játékot, most már nekem nem kell. Meg jó élmény, hogy végére már a tapasztalat az azért megmutatkozott, mert te is ráéreztél dolgokra, én is ráéreztem, hogy most igen, itt igen, kell, igen. Itt lesz, ez lesz, szóval ja, ez egy jó kis learning curve volt, de
Talán egy második végigjátszás már egyszerűbb lenne, és talán egy nehézségi fokot föl lehetne tolni, ha nem jelenti az, hogy limitált mentési mennyiséged van, de egyébként soha többet, ha nem muszáj. Hát én ezt mondom, ingyen soha többet. Ingyen soha többet. Hát ott a Twitch csatornámon ott vagy 2 millió channel pointért, az ilyen, nem is tudom, szerintem, hogyha 2-3 éven keresztül, hogyha folyamatosan streamelnék, és folyamatosan nézni az ember, akkor se jönne össze az a 2 millió channel point. Szóval annyira megcsinálok egy speedrunt elejétől végéig. Annyiért én is. De még egy sima végigjátszás is. Na, úgyhogy köszönjük mindenkinek. Én még egyszer köszönöm, hogy azért itt voltál, Ali. Nincs. Köszönöm a lehetőséget, és én kellemes kedd reggelt kívánok mindenkinek. Kellemes kedd. Most a holnap kedd lesz, az fix. Oda föl kéne raknom a kollekcióba egy eredeti Trisani 3D kopit. Lehet, hogy egyébként meg kéne kérdezni Reaktort, hogy adna-e egyet. Még ha fizetnék is. Az bele kéne rakni a kollekcióba. Na. Ezt megoldhatjuk. Megoldjuk. Leküldelek téged, vagy nem is tudom, kit kéne leküldeni. Hogy... Nekem messzebb lenne. Igen, neked messzebb lenne. Mi a fasz? Hol lakod? Miskolc közelébe? Az elérheti. Az még Pest közelébe, nem is vészes, ja. Annyira nem. Hát akkor, ja. Lehet amúgy, hogy megpróbálok szerezni egyet, mert amúgy a kollekcióba elférne egy Trisani 3D kopia, már végigjátszottam. Na, aláírva. Egyértelműen. Easy peasy. Na, akkor köszi mindenkinek a nézést, aztán jó kedreggelt, ahogy Lali is mondta. Kellemes mindenkit kívánok. Kellemes mindenkit. Sziasztok! Cső-cső!